Switch to PS4 Pro capture screen. Köszönöm szépen, Móki volt. Na, szóval igen, ennek utána néztem, Creature, hogy amíg a BRB felirat kint van, addig nem vered át a nézőket azzal, hogy mit tudom én, valami megy addig a háttérben, érted? Szóval, hogy addig is pakolsz oda valamit, amit tudnak nézni esetleg. Akkor is, hogyha... Ja, a feketeségű vagyok, közben kiderült, kaptam egy ilyen trófeát, látjátok ott balra fent, de mindegy. Vegyünk be a Days Gone-nak a 18. epizódjában. Akkor se, hogyha éppen a kategória leírás az nem egyezik meg azzal, amit éppen látsz, a BRB az mentesít ez alól. Na, mi a helyzet veletek? Szevasz, Gorem Koma, mi a helyzet? Hogy vagy? Közben tettem egy pipát, de még nem indítottam be, úgyhogy emiatt bocsánatot kérek. A Days Gone 18. epizód... hol is hagytuk abba? Azt hiszem, hogy tegnap, hát ma hajnalban, vagy nem tudom, nem, mert már 1 óra 19 van, nagyjából ott hagyhattuk abba valahol, hogy vagy a Sára mellé állunk, vagy a Weaver mellé, ugye? Tehát mind a ketten dolgoznak valamin, ami megoldhatná a világ helyzetét. Cím? Milyen cím? Átírtam a Days Gone-t. Mi a baj? Szóval, hogy Sára mindenképpen szeretném megoldani, hogy valahogy meggyógyítsuk a fertőzötteket. Lássuk be, hogy egy kicsit azért naív és nem igazán. Hát oda van írva, Creature. Miért költsz bele minden egyes szavam? Ott van, nézd. Na. Szóval, hogy igen. Szeretné ezeket az embereket, hát zombikat meggyógyítani. De hát azért lássuk be, hogy ez nem egy reális elképzelés. Képzeljétek el ezt a rengeteg embert, ezeket a gyerekeket, akik úgy nőnek fel, úgy élnek éveken keresztül, hogy zombik és marcangolják egymást, meg a kakát a falra kenik. Tehát azért ezeknek az embereknek a rehabilitációjára nem lenne kapacitása azoknak, meg egyáltalán hozzáértése sem, akik megmaradtak, mint élő emberek. Úgyhogy akármennyire is szép gesztus lenne Sárának a kutatása, én nem gondolom azt, hogy ez egy megvalósítható álom, és én szerintem jobban járnának, hogyha inkább tényleg Weaverrel mennének, és a Napalm, hát akármennyire is gusztustalan, de azért mégiscsak egy jobb megoldás lehetne erre a zombi problémára, ugye? Kapásból 6 darab zombi ölő Napalm gránáttal láttak el minket, vagy Napalm Molotovval, inkább Molotov volt az, és elküldtek minket hordát írtani, és az a szer, az valami istentelen durva. Hát az nem is tudom, amikor mögöttem rohantak, vagy hányan voltak? Azt hiszem, hogy ez egy 300-as horda volt. Hát valami brutálisan szétírtottam őket. Gorem. De hát már be volt állítva. Hova állítottad be? Okay. Any idea what he wants? Something about a duty roster. Don't keep him waiting, Corporal. No, sir. Most kétszer vetted fel? Keep your nose clean, and there might be a promotion in your future. Yes, sir. Fájtok egy másodperc. Important project. What project? Nem, bent van, ott van a szerveren, és minden rendben van vele. Biztos, hogy sikerült valamit beállítanod? Na mindegy, elnézést, csak most közben hirtelen ránéztem a Discordra. Az úgy jól van, ahogy most van. Hát még délután megcsináltam. És képzeld el, hogy Mókibot megette azt a robotot, és mostantól Mókibot a free stuffot fogja spamelni, amikor ingyenes játék van a Discord channelünkön. Na, menjünk is tovább akkor. Te is pluszban? De nem adta hozzá pluszban, mert már ott volt. Milyen mélyre zuhantunk, találkozz Garrett ezredessel. Feltöltöttem a motort? Ugye nem voltam olyan hülye. Igen, minden teli van, minden meg van javítva. Jó. Láttatok már a motoromon ezt a kis easter egget? Vagy hogy nevezzem? Mit szóltok ehhez? Ki lakik a tankban? Szerintem elég menő. Na, let's go. Elmegyünk a következő küldetésünkért. Most a Weavernek egyébként kellene szereznünk egy MP3-on játszót, mert a csávó a barlangban olyan kusban van, hogy nem bírja elviselni azt. Úgy néz ki, hogy most kell visszamennem hozzá, és itt bemeltek motor?
nem enged be a játék motorra, és ilyen amatőr megoldással zárták le, hogy egy láthatatlan fal, ja Istenem, na jó. Mindegy, menjünk. Ez nagyon amatőr volt, nagyon, nagyon 2000-es évek volt. És itt átmentek ezen? Nem. Na mindegy. Meglett a baba? Meg bizony, megám. Összehoztam rá 4 kilót. Mindenkit köszöntök, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan vagyunk ma este. És köszönöm a raideket is tényleg mindenkinek. Bővített tárakat annál a kereskedőnél vásárolhatsz, ahol nem tudom. Ja Istenem, Garrett ezredes, ez egy állat. Tudja, amikor fiatal voltam, milyen barlangokat fedeztünk fel. Sziklarajzokat, véseteket kerestünk modokoktól, vagy nem tudom, más törzsektől. Több ezer éveseket. Tudja, soha nem éltek ezekben a barlangokban, a pogányok. Sötétben és a hidegben. De nézzen csak ránk, milyen mélyre zuhantunk. Az nagyon jó ársebi. Ezredes úr, épp csak kerestem a... Az katona, aki Whittaker és nem tudom micsoda, az katona, aki a helyére... Akinek a helyére önkerült, letört a személyes lakrészembe, elvitt a saját biblia példányomat. Jaj, most tényleg? Szeretném, ha visszahozna. Azt a mindenit, gyerekek! Bibliát fogunk visszahozni az öregnek. Azt hittem, hogy itt valami akciódúsabb lesz a vége ennek a küldetés lánynak, de nem, úgy igen, azaz, 98%-on vagyunk. Frankon, szerintem ez lesz a vége, az utolsó fejvadász küldetés. Hogy Bibliára vadászunk. Jeez. Itt meg közben narkót termeszt? Na jó, már mindenhol narkótermesztés folyik ebben a streamben, úgyhogy gyerünk vissza a motorunkhoz, és induljunk is el megoldani ezeket a küldetéseket. Úgy látom, hogy 3 darab küldetés is van jelenleg nálunk. Ja, a motort meg itt hagytam persze. Milyen érdekes, hogy a táboron belül is fogy a benzin, nem? Nem a legkellemesebb dolog. Hogy kifarol már az zaj? Olyat lehet driftelni ezzel a motorral, és látom, hogy ott van a 3 hely, amit meg kell vizsgálnom, valamint itt még van 1. Több feladatunk is van most, mint gondolnánk, ugyanis szeretném a fészkeket is kiírtani. Lehet, hogy úgy fogunk menni, hogy elindulunk erre, és itt a parton felveszik az emléktáblákat, meg ezt is. Tehát az 4 darab emléktábla farm, valamint utána a 2 rikácsoló fészek, amit itt hagytunk, és utána megpróbálunk bemenni ide a Kemulti névfőiskolára, hogy megoldjuk ezeket a fészkeket, amiket itt hagytunk. Hát nincsen itt sok 3 darab, úgyhogy 5 darab molotovval kell felkészülni az útra, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor elmehetünk ide is erre a küldetésre. Szerintem csináljuk így. Mindent össze akarunk szedni ebben a gameben, ha már ilyen sok órát öltünk bele, akkor most már ne szórakozzunk, hanem akkor most ezt csináljuk meg tényleg rendesen ezt a gémet. Nem azt mondom, hogy platinázni fogjuk, de én nem hiszem, hogy nagyon messze lennénk a végén a platinától. Komolyan mondom, hogy annyira hozzászoktam már ehhez a játékhoz, hogy éjjelente ezzel játszunk. Konkrétan megszerettem. Nagyon nehéz volt, nagyon nagy bugyutaságok vannak benne, nagyon őrületesen szar bugok vannak benne. De egy idő után hozzászoksz, és megszereted ezt a gémet, Frankon, hogyha elkezded játszani. Saint John, ott vagy? Weaver, igen, hallak, szakadozik a vonal. Ebben a rohadt barlangban, öregem, az is meglep, hogy egyáltalán kijut a jel, amik az tény. 320 méterre megyünk. 260 méter. Névfőiskolán menekült tábor volt, és lerohanták. Oda kell-e mennem? Rossz az út, vissza. Ez lesz az a kanyar, igen, vissza az egész. Az HC Origins, azt mondod, hogy játszanom kellene vele, mert PS-re vettem meg, amikor nem tudom valami. 2000 forint volt most a árazás alkalmával, utolsó? Felhívtuk O'Brien. Segítségedre van szükségem, O'Brien, hallgatlak. A feleségem. A nő, akit segítettél felkutatni. A következő tábla itt van. Emlékszem. Megtaláltam, O'Brien él. Ez hihetetlen, annak az esélye, hogy túlélje. Nem, figyelj, nincs időm, figyelj, megtaláltam, él, de fogva tartja a polgári őrség, azok a fickók, akikről beszéltél nekem. I don't need your goddamn sympathy, I need your help. She's being held in a place
Fogatartják egy helyen. Nem tudok oda jutni hozzá, azért van szükségem a segítségedre, hogy megszöktessem. Tudod, hogy ezt nem tudom megtenni. Várj egy percet, rendben. Van valami, amit előbb meg kell tennem? Bármit megteszek. Ezúttal tartsd bekapcsolva a rádiódat. Hát nem tudom, hogy mit csinálnak a szarvasok, vágod? Az AC Valhalla? Nem tudom. Imádom a vikinges játékokat, de az, hogy AC és vikinges, hát arra egyszerűen nem tudok jó szemmel nézni. O'Brien! Okay, where the hell have you been? Találkozzunk a koordinátákon O'Brien-nál, oké. Okay. A motorom csúszik lefelé. Jó, de hál' Istennek megállt. Ne, nehogy leess, megőrültél? Krátertó. A következő kijelölt pontunk. Amúgy milyen szép innen a kilátás, nem? Hát eléggé kietlen, nem azt mondom. Hogyha egy ilyen magaslatot találnánk a Red Dead Redemption 2-nek a világában, az egyértelműen szebb lenne. Ricky hívja Lost Lake-et, jelentkez. Igen, Ricky, mi a helyzet? Ricky, Boozer! Hallottak engem? Deacon hívja a Lost Lake-i tábort, jelentkezzetek. Csak azért jelentkeztem, hogy megkérdezzem, hogy mi kell még Eddie-nek. Franzba, Ricky, nem tudom. De miért beszélgetünk még itt most velük? Ennyi volt. Boozer, Ricky! Na, de mindegy. Oké, itt van a következő tábla. Miért raktak ide ilyen sok táblát vajon? Innen is rá lehet látni valamire, azért kellett ilyen emléktáblát állítani? Kísértett hajó. Van itt egy hajó? Ja, az ott lent. De érdekes, milyen kár, hogyha oda mennénk, nem történne semmi. Tehát nem lenne semmi érdekes rajta. Ez mondjuk egy Skyrimben. Érted? Így rálátsz egy hajóra, aminek az a neve, hogy kísértett hajó, és odamész, akkor eleve találsz benne egy ládát, amiben van egy titokzatos küldetés leírás, és végigmész rajta, és egy olyan sztori kerekedik ki, amire azt mondod, hogy na, ezt rohadtul megérte megvizsgálni. Ebben a játékban sajnos ilyen nincs. De mindegy, menjünk vissza. 178 méter a következő emléktábla. És utána megyünk fészkeket írtani. Az egy medve? Egy bebagolt medve. Most meg Garrett is hív minket. Ez megtámad. Ennyi volt a maci? Egy képességpont is jött belőle. Egy tár nem ment bele. Hát jó, hát ez nagyon egyszerű volt. Hát ez mekkora királyság volt már. Lelassítottuk az időt eléggé annyira, hogy annyi golyót tudjunk beleereszteni, amit a maci már 100%, hogy nem él túl. Azért ez így eléggé király volt. Na, itt van a következő, és közben megint kaptunk egy fejvadász küldetést, hogyha jól sejtem, és ezzel tele is lett. De milyen jó, hogy odarakták a küldetést, ahova mennem kell amúgy. Jó, ezekre a fészkekre fogunk most ránézni. Ez nagyon menci, ez nagyon tetszik nekem. Pont jó irányba vannak a küldetések, úgyhogy mehetünk végig az összesen is akár, mindenféle probléma nélkül. Na, Macinak itt kifordult a gyomra, nézd meg. Szegény, ott valami vérzik, nem is értem. Na jó, let's go. Ezen az úton megyünk egyenesen, és meg fogjuk találni a... Jaj, gyerekek, Istenem! Meg fogjuk találni a fészkeket, amire szükségünk van. Fészek írtó achievementhez szerintem. Itt is vannak 70 méter. Mi? Drifterek vannak az úton, hülye vagy? Még a madár is rám jött. Jutott ki? Orvosi eszközkészlet. Szerintem használni fogok egy olyat majd a földről. Molotov koktél. Nagyon jó, let's go. Tehát egy darabot dobok oda. Egy darab megsemmisítve, de még van egy ott fent. Kettő megsemmisítve, ott egy harmadik. Az is megvan, és itt még van egy ezek szerint. De melyik marad?
Ez lesz az itt. Valakinek nagyon fáj valamilyen. Ez a jó ember itt. Meg van kötözve, nézd. Mit csinálják veled, haver? Jó, több fészek nincs. Viszont találtam egy faszit. Szavasz. Számolt? Mi? Milyen közeli ellenség? Hát nem látok itt senkit. Egy madár repked itt előttünk. Kettő. Én nem látok itt senkit. Hát szerint... Na jó, keressük meg az ellenséget. Ott áll! Ennyi volt. Ki van még itt, mint ellenség? Ez itt lent. Nem. Átver minket a játék tutira. Most ott van. Na, hál' Istennek. Hová megyek? Menjél el a gyémántóhoz. Az lesz a legjobb. Oda nagyon kell a fejlesztés, meg a pénz. Köszönöm szépen, blablabla, azt hittem, hogy itt fogok meghalni, blablabla, nagyon jó. Oké, ez itt mi ez a hely? Ezt vizsgáljuk meg. Nagyon jól állunk, amúgy ott még volt egy orvosi eszközkészlet, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy egyet akár el is használhatnék. Az lesz az. És így már kilútolhatjuk ezt innen, valamint még itt is, ebben is van még valami. Meg amúgy milyen frankó, hogy ócskavasat is hagytak itt nekünk. Motorjavításra például. 72% belenyomunk kettőt is. A képesség pont, amit kaptam, hát nem tudom, hogy mire használjuk el, de... Például itt volt ilyen, hogy motorjavítási közben minden darab ócskavas javítási értékét megkétszerezi. Ez se hülyeség. Csináljuk meg. Úgyis még annyi képesség pontunk lesz, hogy... Nem is tudom, rengeteg. Na, menjünk és mentsünk egyet. Nagyon szépen haladunk eddig a céljainkkal. Lehet menteni? Szóval lehet menteni? Miért nem dobja fel, hogy mentés? Szállj le! Nem dobja fel a mentés, nem engedi. Nem értem, mindegy, menjünk. 202 méter. Mi van 202? Ja. Igen, az a kék terület, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, de megnézzük mindenképp. Szerintem az lesz az a fejvadász küldetés, amit most kaptunk esetleg. Oh shit! Ja, jó, itt nincsen nagy baj. Szálljunk itt le. Meg kell néznem közelebbről ezt a fát. Valaki el akart valamit ásni. Még mindig megvannak azok a Witcher érzékeink, úgy látom, úgyhogy kicsit közelebb is megyek motorra. De itt is van valami, amit ki lehetne szedni a földből. Ez mi? Libapimpó! Ez igen, haver. Abból jó sokat kéne összeszednem, fogalmam sincs, hogy minek. De még nem láttam, hogy ilyen létezik egyáltalán. Itt van a következő. Ha jól láttam, pont ott. Ja nem, ez csak ócskavas, amit itt hagytak nekünk. Jó, amúgy kilútolhatjuk a kocsikat is, hát nem annyira szar dolog ez, maximum ócskavasat veszünk el belőle. Így is van. Ott is van a három ócskavas, nagyon jó. Közelben járok. Meg itt van valami ajtó, amit ki kellene nyitnom, az nem tudom, hogy micsoda, de megnézzük mindjárt. Ott van egy autóriasztó. Ez mi? Egy légzsák! Ó, és itt meg egy gerebje. Meg is vagy. Jó, és akkor most arra éjszakra kellene mennem. A motort itt hagyjuk most. Melee weaponom nincs, úgyhogy a csákányt azt lehet, hogy jobb lenne, ha magammal vinném. Még mindig jobb, mint az üres kéz. Az az a tábor, ahova bevetették magukat? Sniper. Igen. Korcsok vannak a bejáratnál. Pakoljunk rá egy hangtompítót.
Aha. Nézd csak, ott egy ember. Te mit csinált itt? Te meg mit csinálsz itt? Ja Istenem. Ó, atya Istenem, belevágtam egy csákányt a koponyájába. Hoppá, itt többen is vannak. Ez szar lehet. Rossz lehet így meghalni. De hát miért akart ránk rohanni egy olyan, nem tudom, kis szarral a kezében, amikor egy ekkora brutális sniper van a kezemben? Tehát én nem mennék közel ahhoz az emberhez, aki ilyennel járkál, nem? Nagyon elszántak lehettek, vagy kétségbe esettek, fogalmam sincs. Egy molotov koktél. Töltsünk újra. Azt se tudja, hogy hova rohan, de azért rohan. Trófák jönnek szépen, itt már 10 darabot is levágtunk. Legjobb lenne körülnézni, egy sörös üveg itt van. A balta lehet, hogy jobb fegyver lenne. Mint a csákányunk, ami nálunk van. Üzemanyagot majd a motorhoz ne felejtsünk el vinni. Nem tudom, hogy mit keresek itt. Fogalmam sincs, hogy mi lenne a feladatunk, de megnézzük ezt a kempet, ha már ide tették nekünk. Meg amúgy rámehetnénk ezekre a zombikra így nyugodtan szerintem. Most már mélében is, nem kell ezekkel nagyon aktívkodni. Egy kezet lecsavartunk az oldaláról, az véletlenül leesett. Szerintem csináljunk néhány molotovot, mert tele vagyunk most már hozzávalóval, és még itt is van chicagói fűnyíró. Tegyünk már rá egy hangtompítót, azaz, azaz. Jó. Hát ez ennyi. Petróleum, sörös üvegek. Nicely done. Aha. Nem tudom, hogy tényleg mit keresek itt, de keresem nagy erőkkel. Nézd, baseball ütő. Csináljuk inkább a baltánk helyett egy minőségi baseball ütőt, egy szektás bunkót. Persze, szektás bunkó kell. 5 ócskavasba kerül, de megcsináljuk. Az milyen fegyver lesz? Oda néz! Hát azért az már nem mindegy. Wow. Mihajlovics Molotov a kedvenc mixológusod? Mit jelent az, hogy mixológus? Gyerünk oda a motorhoz. Ez egy lengés csillapító, hát körülbelül úgy néz ki, igen. Aki keveri a koktélokat? Nem tudtam. Hát most nem tudom, hogy itt keresek-e még valamit, vagy csak ennyit kellett megnéznem. Úgy tűnik, hogy visszafelé viszont van egy kérdőjel a mapon. Úgyhogy odáig elspurizunk. Jó sok... zombira lövöldöznek itt emberek, aha. Hagyjuk őket egy kicsit kibontakozni. Jó, nézzük meg, hogy mit csinálnak egymással. Kicsit kezdenek csökkenni a zombik, úgyhogy kezdjük el a segítséget megadni nekik szerintem. Tévedtem, ezeket lenyomták a zombik. És még egy ember van ott, ugye? Leszedi a zombit? Egy ütés belement. Leszedte. Nem szedte le. Francba. Jó, mindegy. De hogy átment már rajta, nem? Mármint a golyó koppant még egyet mögötte. Az azt jelenti, hogy most már tényleg a fegyverünk átütő képessége az jelentősen megnövekedett. Itt valaki dúdolgat. Hál' Istennek! Még idejében elkaptuk. Jó, most ezért jöttünk ide, hogy felvegyünk még több ilyen cuccot. Visszajött volna a loot erre a helyre, pedig itt már szerintem számtalanszor jártam. Furcsa volt, hogy visszaindultam a motoromhoz, megláttuk a kérdőjelet, idejöttünk, és itt megint volt minden is. De még nem is ez az igazi furcsaság, hanem hogy elvesztettük a nyomokat, ugye? Tehát, hogy nem találtuk meg
hogy miért is kezdtünk el erre felé mászkálni. Mi volt ez a kék terület, amit láttunk? Mert hogy a mapon itt már nincs többé jelölve. Lehet, hogy az a camp volt, ahol bementünk, és ott volt 10 zombi. Mindegy, mindegy, menjünk, nézzük meg, hogy tudunk-e menteni most jelenleg. Végre lehet, igen, 80%-os. Helyjáj. Szerintem elmegyünk azért a benzinért, bocs. Nincs itt messze motorra, meg aztán főleg 3 másodperc. Fassza volt. Son of a bitch! Hát jó, van, hát előfordul mindenkivel. Itt hagytam valahol, ez az. Itt van valami méreg a földön. Ezt majd mindjárt megnézzük közelebbről. Mi a fene lehet ez itt? Mi ez? Egy méreg? De mihez kell méreg nekem? Nem is láttam még olyan fegyvert. Ez nagyon menő volt, ez a kis izé driftelgetés itt. Szóval nem is láttam még olyan fegyvert, meg akármit is, amiben mérget lehetne keverni. Bár nem kizárt, hogy a nyílpuskánkhoz kellhet ez. Itt volt egy jobb kanyar, igen, erre kell menni. Szép volt. Elnézést, de hát azért nem kellett volna ilyen agresszívan fellépni ellenünk talán. Menjünk itt keresztül. Hát jó van, most már a dogó is elénk áll vágod. Hopp, egy kis akadás, mint ahogy itt szokott lenni. Sátorban volt elszállás, hova a camp közepén. Az fasza volt. Bocsánat. Ki tudok szállni a motor alól? jó, javítsuk meg egy picit. Így is van, 3 ócskavasból fúra tettük a motor. Körbe kell mennem, hogy fel tudjak itt menni, de miért? Hát ne vicceljünk már, itt megyek be. És itt vannak fészkek, úgyhogy itt most megállunk. Méghozzá úgy fogunk megállni, hogy lefelé pakoljuk a motort. Mint a támadnának, nem? Támadólag lépnek fel. Úgyhogy egy kicsit azért adjunk nekik, szerintem kell az. És a fészkek pedig nincsenek itt messze. Itt van az egyik a kocsiban. Jaj, de szép volt! Itt van egy Nero camp, ugye? Lehet, hogy még meg sem néztük. Megvan. Jó, kezdjük el befejezni itt ezeket. Ami kijön, azt le kell, hogy vágjuk. Most lehasalt az is, ami mögötte volt, és le. Áú! Hé, ti honnan jöttetek elő? Hé, hey, hello! Stop! Mi az Isten? Honnan jöttek elő ilyen sokan? Ez olyan, mint egy kisebb horde, hülye vagy? Miért vagytok ilyen sokan? Az a motorom volt, a seg. Milyen jó, hogy elborult legalább. Milyen sokan vannak? Nem is értem, hogy hogy lehetek ilyen. Hova lett a motorom? Várj, lecsúszott egy picit. Állítsuk már talpra, ez így elég szomorú néz ki. Egy mentés beszalad. Folytatjuk. Jöhet a következő. Itt lehet, hogy horda van. Nézd már meg, itt ilyen robbantható dolgok is vannak. Nagyon furi nekem. Furi. Keressük meg a következőt.
Szerintem nem tudják, hogy itt vagyok. Egy nagy doboz szöget is találtam. Itt volt, ott volt fent Weaver, emlékeztek? És itt futottunk át arra felé, vagy legalábbis arra, és itt fejeztük be legutóbb az utolsó hordánkat. Igen, és itt is van egy nest ebben a Kemult népkollégiumi épületben. Úgy látszik, hogy vagy be kell mennem, vagy pedig a másik oldalán van. Ott is van, nagyon jó. Jó, ezzel az utolsó fészek is megvan. Hál' Istennek haladunk. Na, és itt focizgattak a srácok, a focipályán van felállítva egy csomó tent. Tetszik, jó a kitaláció itt. Ez egy kis cső. Fertőzés a Kemulti népfőiskolán 17%. Hát de mi az Isten? Hogy lehet itt csak 17%? ...92%-os fertőzés írtók vagyunk. Ez csak azt jelenteti, hogy a maradék ezek lesznek. Aha. Jó, akkor jó felé megyünk, mert akkor az egész fertőzést majd, hogy nem kiírtjuk, ugye? Ezzel a maradék, igen, meg ezek. Jó, nagyon-nagyon sok molotovra lesz szükségünk, és nem szabad misszelni a fészkekkel kapcsolatban. Mi ez a hely, ahol itt most bemegyek? 19... Ja, most vizsgáljuk a sátrakat az MP3 lejátszó után. Nem kizárt. Itt van egy kis méreg. Elkezdtétek a Green Health 4-en és marha jó, az úgy mondjuk 4-en tényleg elég táp lehet. Jó szórakozást kívánok nektek hozzá, hajrá! Egyedül se volt szar. Nem lehet arra a játékra azt mondani, hogy szar. Nagyon tetszik ez a túlélő téma. Zászló még mindig lobog. Itt egy gránát, nézd már. Itt van valahol. A flag kell nekem? Miért is megkeresek? Ott van Weaver MP3 lejátszója, és ez idáig itt maradt sértetlenül. Marha jó. Na, hát akkor meg is vagyunk itt mindennel. Még esetleg egy Nero Camp. Nero elnőrző pont a Kemulti népfőiskolán, az még bejátszhatna itt, csak nem tudom. Ja, ott van. Az, amiben a fészek volt. Hát az nagyon egyszerű lesz azt ott megcsinálni, mert akkor nem lesz sok dolgunk szerintem, csupán annyi, hogy... Figyeld, milyen agresszív a csaj. Ez nem jó. Ez a fegyver így nem jó, kellett volna, hogy legyen rajta valami vágó téma, nem? Szívveri a fejét, Jézusom, hát betört a nyaka. Az igen. Na jó, egy gyógyítás csak belefér. Na jó, hagyjad már, duplán üt. Jaj, mert tudod, mert ezek a táposabb zombik, ezek már nem azok, amikkel régen harcoltunk. Figyelj, és 10%-on lent van a fe... Bele is tört. Hát ez hülyeség. Hát ez abszolút hülyeség. Semmit nem ért, pedig milyen drága volt ez a szektás fegyver. Minőségi baseballz. Na jó. Dögölj meg. És akkor itt a fészek közelében is lesznek enemik vajon? Hát sokkal komolyabb, mint a Forest, én is így vettem észre. A Forest is nagyon jó volt a maga nemében. Imádtam és újra játszanám egyébként. De most ez a játék, ez így az új Survival kedvencem jelenleg. Menjünk be oda és vegyük fel. Amit a nérósok itt hagytak nekünk, jó? Hányat kell belenyomni? Nézd! Egyből a kivégzés. Ez nem is volt annyira szar. Na hol hagyhatták a nérósok a cumót nekünk? A másikban, ahol a fészek volt? Szerintem igen, vagy a tetején. Az igen! Szerencsétlen csaj. Ott a 8. ütésre már megvan. Hát azért már a kritikál esélyét jelentősen megnöveltük ennek a fegyvernek. Azt mondták, hogy itt van. És én nem találom. Hol lehet az a láda lezárva, amit keresek? Azért vagy tényleg fel kellene másznom. Jó van, Vilikém. Jó éjszakát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó pihenést kívánok neked. Nagyon beteg a vége? Hát eléggé igen. Nem értetted? Nem volt pedig annyira bonyolult az a vég, inkább fucked up volt. Itt állok konkrétan a Nero Campnek a tetején, akkor hol az Istenbe rakták el?
Ja, nem ott van, hanem ott. Jó, így már értem. Hát 120 méterre van. Akkor már tudom, hogy mi volt a baj. Hogy ez az a camp. Aha, és akkor itt meg mindenféle alarm is van, hogyha jól látom. Szóval lesz mit összetakarítanunk. Mászunk fel először is. Milyen jó, hogy csendben osonok még felegyenesedve is, nem? Hát marha jó, egy kis game volt az. Néztek ki a fel... Hát igen, 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 meglepő volt a sok dzsungel téma után, vagy mi az isten, hát nem is dzsungel van ott, hanem inkább erdő, meg ilyesmi, hogy... milyen high-tech helyre érkezel be. Hát nagyon szerettem a Forest, tehát jó volt. És marha jó volt benne a bázisépítés azokkal a röngfalakkal, minden. Annyira király volt, olyan bázisokat szerettem volna még építeni. Ami volt, az is nagyon jó volt, mert szétcsapdáztam mindent, és sosem tudtak bejönni, meg amikor jöttek a mutánsok, befutottam a vízbe, bejöttek utána, megfulladtak, tehát tök jól kijátszottam a rendszert, imádtam. Az egy tényleg jó játék volt. Ott annak a tetején is vannak alarmok. Ezt leszettem? Igen. Here it is. És itt van a generátor. Közelben kell, hogy találjak benzint. Jó, így, hogy ide bemegyek, szerintem az összpontosítás képességet fogjuk tovább tolni, vagy a staminát, mert a 300 HP, annál én nem hiszem, hogy kellene több nekünk, inkább akkor használjunk egy hosszabb lassítási időt, hogyha lehet olyat csinálni. Hat darabot szedtünk eddig le. Vajon van még? Ott a 7. Nem, ezt már leszettem. Tehát megvan a 6, de van-e még vajon alarm valahol? Meg kell nézni minden szart. Ott az. Ott van a 7. És ott is jön be egy másik. De nem tudja, hogy hol vagyok a kis buta. Ez szép volt. Őrültál? Végig azon szurkolsz, hogy kiúsnál, hogy nincs semmi erre vége. Ja, hát az a izé. Az egy nagyon jó film volt, az atomkatasztrófás. Én azt tudom. Fú, ezt kétszer is láttam. The Divide, azt hiszem, hogy ez a cím. De jó volt. Asteroid, imádtam. Nagyon zavaró. Nagyon disturbing egy film. Hogy megőrülnek már odalent. Hogy elállatiasodnak az emberek. Bezárva. Egy atombunkerbe hetem, 8-an, nem is tudom. Na jó. Keressük meg a benzines kannát. Jaj, ne. Még fuse-t is kell találni. Na, honnan fogok szerezni? Úgy látom, hogy megvannak a nyomok hozzá. Frankon követhető nyomok ráadásul. Nézzük meg közelebbről, mit? Idáig jöttek el a nyomok. Itt a benzin. Jó, a benzin sikerült megtalálni. Úgyhogy feltöltjük a generátort, ami ahol összeérnek a kábelek, ott van. Aha, itt is van, nagyon jó. Az valóban egy jó mozi volt. Fú, kevés olyan filmet látni. Na, most, hogy fel van töltve, keressük meg a fuse boxot. Nézd csak, ott van bent. Milyen jól berakták ide. Nem, ez üres. Erre megyünk tovább. Hát itt jó sok helyen lehet. Ebbe van. Várjátok, mert Sebi Lecinek kártyát kell... Sebi, mondd el a kérdésedet, mire vagy kíváncsi. Közben iszom egy kortyot.
Kinek volt még kártyavetése? Harcosnak talán? De ő már szerintem alszik ilyenkor. Szerinted holnap mennyire fogok kiégni? Rávettek a haverok a Dark Souls-ra. Nagyon kivagyok, hogy összetörök valamit az itt látottak alapján. Nem fogsz összetörni semmit, nyugodtabb gyerek vagy te annál. Minden rendben lesz, megcsinálod. Target lockingot megtanulod, és onnantól kezdve csak dodge-olsz. Amikor helyzetet látsz, akkor meg beütsz. Sikerül a fél év anélkül, hogy fizetős rát raknának? Sikerül-e Sebinek a fél év anélkül, hogy fizetősre átraknák? Egylapos, sorsolás, Mókibot, gyerünk, nyomtas! Pozíció leírása, a diadal szekér, győzelem erővel, fejlődés merésztettek által, változás erővel, eredményesség a figyelem által, egy próbára tevő helyzet, sikerre vitele az ellentétes erők kiegyenlítésével, fegyelem, személyes fáradozás és kitartás, ami meghozza a gyümölcsét. Hát Sebikém! Kis iszok vizet, pohár vizet, csap vizet. Ez szerintem elég jó hír. Mókibolt azért most ezt megküldte, nem? Na, meg is van a fuse. Menjünk, pakoljuk helyre az épületet. De vajon hova kell beillesztenem? Erővel? Nem arra az erőre gondol. Szerintem inkább arra, hogy... Brute force. Nem tanulsz. Vakmerőség. Odamész. Meg lesz. Itt van a fuse box. Jó, azt most bekapcsoltuk. Kapcsoljuk be a generátort. Nézd, ott egy zombi. Több is van. Nem lesz az jó. Állj. Még mindig van egy. Hol a generátor? Hol a futat? Itt van mellettem, jó. Miért jönnek onnan ilyen sokan? Miért jön ennyi ilyen szarrágó? Hallod, hogy jön ide ennyi zombi? Minden fészket leállítottam, ugye? Mindegyik bennéget. Jó, most már csönd van. Akkor mehet a generátor. És kettő darab alarmok is triggereltem. Kettőt? De hol? Egy itt van. Jó, de ezt nem is vettem volna észre. Fele gondoltam volna, hogy itt bent van ilyen. Állj, stop. Jó, van még egy. Jézusom, ezt nagyon nem akartam volna. Ez nagyon nagy butaság volt. 9 darab alarm volt. 9. Ha bemegyek, bejönnek utánam? Be. LOL! Csak sikerült becsukniuk az ajtót maguk után, ugye? Milyen jól nevet zombik voltak ezek. Ott van 2 korcsfül, 1 eszközkészlet orvosi. És úgy látom, hogy itt benne nem nagyon van más. Jó, a másikba kell átmennünk, itt viszont biztos tudnék menteni, de nem tudok. Itt még vannak zombik. Ott is van egy. Nem azt mondtam, hogy itt vagyok, oké. Hey! Mit csináltok ti itt mögöttem? De milyen kis sunyik voltak! Na ne! Egy horda! Állj! Honnan jöttetek ti? Honnan az Istenből jöttetek ti? Az nem lesz jó. Abból nem tudok kijönni. Hello! Engedjetek már ki! Gyógyítás. Működik. Lehetünk. Spuri. Állj. Fel. Nem. Kézigránát. Ez kell, hogy leessen a földre. Gyönyörű haver.
Néztányan eltekítek. Jó, onnan még jön a horda. Kussunk balra. Honnan az anyátokból? Gyógyítani kell, azonnal. Jó, megvan. Jézusom. Spuri. Nem tudom, meddig jönnek, nem tudom, hányan jönnek, de még mindig nagyon sokan vannak. 15 kúló. Össze kell terelni őket egy helyre. Gyerünk. Annyira azért nincsenek sokan. A molotovos. Bassza meg az ég, gyerekek. Hogy akadhattam bele? Már elnézést. Hogy jelezhettem be? Vagyis nem, Mokibot is bejelzett, ő is hogy jelezhetett be. De ezeket hogy misszeltük el? Hát, mindenünk megvolt hozzá. Beakadtunk valahogy, és nem értettem, hogy hogyan. Pedig onnan ki tudtunk volna dodge-olni a zombik közt. Oké. Az nem robbant fel. Gyertek még, gyertek. Annyi gránátot dobok el, amennyire csak szükség lehet. Nagyon jó, Spuri. Mehet a gyógyítás. Mekkora? 29-en halnak meg egy darab gránátból. Ott is van. Kész. Majdnem. Még nincs teljesen kész, de már majdnem megvan. Híleljünk kettőt. Kötszer. Ja, a híres utolsó szavak, igen, kimondtam. Amikor kimondok egy ilyet, akkor mindig vége van a mókának, sajnos. Te hogy haraptál meg? Szarházi, te vagy az utolsó fajtádból? Nem, még van. És ott van. Kemúti népfőiskolán lakó horda. Nem is tudtam, hogy itt van a horda. Nagyon jó, horda írtó 23%. Nicely done. Na jó, szedjük le gyorsan az alarmokat, mert az ott zavarni fog engem, és utána fogjuk begyűjteni a maradék kis hülyeséget, amire egy szükségünk van. Egy. Hogy beriasztotta már a hordát amúgy? Még élsz? Na azért. És most mehetünk be. Várjál, ezt vedd fel, mert ez kelni fog. A gránátozás az olyan nagy mértékben segíti a hordák kiírtását, hogy nem is lehet arra semmi szót találni. 30-an fekszenek el egy darab kis gránáttól. Tehát ennél jobbra nem igazán. Maximum a napalm, ami még ennél jobb lehet. Menjünk csak ide be. És itt fogom megtalálni, amiért jöttünk, és amiért eddig szórakoztunk. Nérós felvevőkészülék. Sok idő 100 000 pontot összegyűjteni? Mármint miből? Hol van, amit keresek? A nérós doboz? Nézd, szegény! Mi baja van? Beteg volt. Lehet, hogy abban lenne benne. De hát ebben már jártam. Nyisd ki. Itt van benne tényleg. Na, mehet az összpontosítás. HP nem kell. Még a stamina sem lenne szar, de inkább az összpontosítás az, ami szerintem. Az időlassítás, ami segíteni fog nekünk. 55%. Gyémántóhoz kaptunk 1100 bizalompontot, világvége 92%-os. Lehet is menteni egyből.
Sokaknak összejött már több százezer is, igen. Ott a gyors mentés. Jó, ez menő volt, hogy ezt sikerült megcsinálni azért. Szálljunk fel a motorunkra, és menjünk tovább. Hagyjuk itt ezt a helyet most már. Ja, ezt meg be se sikerült robbantanom. Amúgy a motoromban nem kell esetleg üzemanyag, mert ebből még rakhatnék bele. 7 napja, hát jó van, de hát 100 000 pont. Tehát ezért gondolj bele, hát azért az nem úgy van. Tehát nem azt mondod, hogy sokba tart-e 500 pontot összeszedni, hanem te 100 000-et akarsz. Egyértelmű, hogy rohadt hosszú idő. Sokat kell itt lenni. Feltölthetem? 91%. Töltsünk rá. Mehet a gyors mentés, és mehetünk tovább. Figyeld ezt a taktikát, hogy szállt fel a motorra. Oké, ott még valami van. Nyomkövetési terület. Menjünk csak el oda-vissza. Ez ilyen zúzó lesz, aminek hallom a hangját. Nagyon mély, ilyen growling hangja van. 160 méter. Ó, az Istenbe megyek. Miért van itt ennyi loot? Minden irányból tele vagyunk zombikkal. 145 méter. Leszedem, amikor elütöttem. És tényleg szórakozni akartok velem? Hát ezek nem viccelnek. Na jó, menjem. Eddig tart most már a lassítás, ami azért egy elég hosszú idő, és valószínűleg gyorsabban is tölt. Jó, ezt tetszik. Rengeteg fülünk lesz, amit majd visszaviszünk. Szálljunk fel arra a motorra még egyszer. Hú, az Isten beesett. Ja, várja, mögöttünk van. Hány százalékon áll? 93, hát akkor nem is borult túl nagyot. Az imótákra sajnálod a 24 órát? Hát... Ja, az arra kell, hogyha hirtelen akarnád használni, vagy nem tudom. Arra megfelelő. Kezdünk el skurizni. Szerintem az útról letérbe fogjuk meglelni ezt a helyet. Aha, igen, itt balra. Amúgy meg jobbra kellett volna menni. bocsánat. És ott kéne valamit előkutatnom. De itt voltunk Sárával, ezen a helyen. Aha. Jó, egy kicsit hátra, és mehetünk. Itt van valamilyen medveszőlő. Mászunk csak fel. Én nem tudom, hogy mit akar nekem mutatni a játék. De megvizsgáljuk. Ez lenne az. De alul be kell másznom. Na várjál, mert a gyerekek a tetőről másztak be. Aha. Igen, meg. Na most összetörtem magam. Tehát hogyha a szilánkok így instant belém álltak volna, az biztos. Itt, ahol ezek a jó emberek haltak meg, ugye? Bezárkóztak és megölték magukat. Méreggel. Mert hogy nem akartak zombik lenni. És minek utána csöndben haltak meg odabent, meg se rágták a húsukat a zombik, teljesen normális. Hát jó, hát persze, tömeges öngyilkosság, meg minden, de attól függetlenül még nem. Okay, let's see. Na lássuk csak, na igen, róluk beszéltem. Tehát sértetlenül haltak meg. És utána... Meg itt szépen összeasszalódtak. És meghaltak mind a ketten, ja. És mit keresek? Oké, hogy látom őket, hogy ezt csinálják, de... Ezért kellett ide jönnöm, hogy megnézzem, hogy megölik magukat. Te csak nem. Biztos, hogy van itt még valami, ami érdekes lehet nekünk, nem?
Hát, de lehet, hogy amúgy nem lesz, de megpróbálkozunk vele. Belülről nyitható ez? Nem. A gyerekek is csak a tetőről tudtak bemászni, ez is zárva. Minden is zárva lesz? Itt van egy sörös üveg, meg még egy utolsó ajtó, esetleg ide is benézhetek. Az puskapor? Polisztirol. A fenéket nem kell gyűjtenem, nézd meg. Most tényleg ennyi volt elég a mi kell a túlélés ezt című küldetésben, hogy megnézzek itt egy párt, akik megölik magukat. Tehát ez a main küldetés során, amikor ide bejöttünk, akkor nem lett volna megtekinthető. Nem is értem. Szevasz Cookies, mi a helyzet? Üdvözöllek, remélem, hogy jól tartod, és egyébként is jól vagy, szia. És köszönöm mindenkinek, hogy ilyen sokan vagytok még itt mindig nálunk. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Gyertek máskor is, ha esetleg még nem nyomtatok volna egy követési csatornára, azt mindig jó örömmel, jó szívvel fogadom. Hát, ez itt ennyi volt. Túl messze van a motor. Hát jó, oké. Mit mondtam, hogy mi a következő dolog? Az, hogy ez, és utána megyünk le a fészkekhez a következő küldetésre, ugye? Akkor menjünk a motorra, aztán let's go, folytassuk. 2 óra 14 perc van, szerintem még 2 órát lazán bele tudunk rakni a ma estébe. Mert miért ne tennénk? Mióta követsz, minden live-on itt voltál? Lehet, nem tudom. Nem szoktam statisztikákat készíteni. Meg nincsen jelenléti ív, érted, szóval. De nagyon köszönöm, hogyha tényleg így van. Ha meg nem, az se baj. Nem érhet rá mindig mindenki minden streamre. Az baj. Nem, igazából egész menő volt. Jó volt ez. Hogy sikerült levágni itt az utat? De szerintem végig egyenesen megyek, nem az utakon. Tehát nem ez lenne nekünk itt kijelölve. Minek mennék az utakon össze-vissza hülyéskedni, amikor mehetnék így is, nem? Mondjuk itt olyan, mintha erdő lenne előttem. Vagy nem tudom. Nem, folyó van előttem. Meg rikoltó, meg minden bajuk van, nézd meg! Jaj, itt fogunk, emlékszem, itt ugrató volt. Drifteljünk egyet? Ez jó menő volt azért. Nice! És itt az első dolog, amit meg is kell vizsgálnom, gondolom. Mi ez a hely? Ott van egy motor. Aha, valakit keresünk ezek. Nem, ez egy hulla. Egy fél hulla. Jó nudokat akartok? Ma kezdtem bele a DS2-ben, nem tűnik annyira szarnak, mint amennyire mondják. Majd amikor beleraksz annyi időt, hogy már szétulod az agyad, mert az eleje tényleg nem tűnik rossznak. Csak egyszerűen az, hogy minden boss full unalmas, semmi fantázia nem volt ott benne, az egy idő után nekem megtette a hatását, és a végén az volt az egyetlen Souls-like játék, amivel valaha játszottam, aminek igazán vártam már, hogy vége legyen. És ez nagyon szomorú szerintem. Hát ezek aztán mocskosul meghaltak. Nézd, ott is van valaki. Jó, megvan. Valaki lő rám hátulról. Az lehetséges, hogy itt kint vannak? Igen, igen, nézd. A francokat, ezek zombik. Bújjunk el. Hát viszont nekem nagyon tetszett, arra is vesz utána egy két pillanatás nagy minőségi ugrás. Nekem mondod? Vagy Cookiesnak? Szia, Souls Máté, üdvözöllek. Illetve bízom tőled, köszönöm, hogy itt voltál. A Smelter az tényleg egy jó boss volt, meg a DLC bossok közül is voltak nagyon jók. De most mit aktívkodnak itt ennyire? Hogy sikoltozott, vágod? Azt beszéltük meg, hogy nem fogy az összpontosítás, nem? Amikor újra töltök ebben a nézetben. Jaj, szegények!
Nézd már. Ja, nem, ez csak egy izé. Azt hittem már, hogy egy rendes csőbombát, vagy valamit dobtak maguk alá, amikor meglőttem és így elejtette, de nem. Hopp! Az igen. És ott van. Ott van a túsz, akit ki mentünk és elküldjük szépen a gyémánt Tavi bázishoz. Na jó, lootoljunk is azért. Itt is van egy üveg. Légzsák is, minden is jött. Rongy, légzsák, nagyon menő. Bár azt még nem tudom, hogy a légzsákot pontosan mire fogom használni, de... Az igen. De azért jó, hogy van. Találnom kell robbanóanyagot. Hát meg mondjuk egy túszt kimenteni, nem? Az nem lenne szar. Ott is van a fickó, na gyerünk, engedjük szabadon. Bocs, az egy nő, nem? Nem tudom. Nem. Ez Ethan. Hogy vagy, haver? Tizedes. Haver, örülök, hogy látlak. Tényleg? Ezért nem kellett volna csatlakozni ezeket a segfejekhez. Hát rohadtul nem. Fogalmam sincs, hogy mit akartak tenni velem. Hát semmi jót. Enigma vagy, hogy egyedül kiuss? Ja, igen, kösz, haver. Még jó, hogy nem simogattam meg még egyszer, meg adtam neki egy puszit. Nem, pedig úgy néztem a szemébe. Én ma kezdtem egy játékot, nem tudom mi a neve, de egész szép a játék, meg tökre izgi. Hát ez nem mond nekünk sokat, így ne haragudj. Nem akar belépni? Ez a kérdésünk Gyémán tónál 2750 bizalom. Védeni a gyengéket 60%. Haladunk a küldetés lányokkal. Lányokkal? Hát a lányokkal annyira nem haladunk, de azért a lányokkal már igen. A következő küldetés, ami itt van. Jézusom, Északnak van három is. Motorosz kijött találkozó O'Brien-nel. Anarchista kém, fémvadász, azt tudjátok, hogy hol van. Az egy másik játék. Jó, először délnek megyünk akkor, és utána megyünk fémvadászkodni. Ezt a Nero kutatási helyszínt elérni, az Isten tudja csak, hogy hogy lehet. Hát nem lehet crossolni ezt a rohadt folyót. Még az is lehet, hogy oda megyünk majd egyszer sárával, nem? Tehát... Hogy nem tudom, majd tutajra szállunk és átmegyünk együtt, hogy megvizsgáljuk. Vagy O'Brien-nel, nem tudom. Fémvadász, azaz. Nem biztos, hogy nagyon híres lenne? Nem tudom. Én azt nem tudom. Hát a DS-ek közül... Most szálltam fel! Ezt most miért kellett? A DS-ek közül... nem is tudom, hogy a 3 vagy az 1 tetszette jobban. Liba Pimpót kell találnunk, hogy gyógykoktélokat készítsünk. Szerintem nyugodtan csináltunk kettőt belőle. Egyszer talán használni fogjuk. Koncentráló koktélhoz gomba kell. Kötszerhez meg rongy, meg fertőtlenítő. És van itt még orvosi eszközkészlet, amit használhatnánk. Jó, egyőre ennyi. Chicagói fűnyíróra vissza. Molotovunk az biztos, hogy van. Úgyhogy menjünk 800 méter a következő küldetés. Éppen hogy csak, de azért sikerült átmenni. Figyelj, én légvonalba megyek, nem tudom, hogy ez mennyire fogja zavarni a játékot. Na jó, inkább a hídon megyek. De miért jobbra akar? Miért ellenkező irányba akar elvinni? Azt hiszi, hogy itt nem megyek át. De ne szórakozzunk már, persze, hogy átmegyek. Nem, itt csak a másik irányba lehet átmenni, ugye? Ez az ugrató, hát nagyon necces. Bár, nézd meg ezt! Hát én arra felhajtok. Na jó, srácok, ezt be kell vállalni. Ezt kipróbáljuk most nagyon. De a pyro, hát az igen, igen kemény lehet. Az igen kemény lehet egy jó pyro. A tűzfaresló, igen. Nézd, dobó is van. Szálljunk le, mert ebből harc lesz. Mehetünk. Várj, ez rendes kutya volt. Szállj le! Kutyahús. Minden DS-ben Dex build? Akkor te úgy nyomod, mint ahogy a Tommy nyomja nálunk, ő is nagy ninja mester.
Na, ilyet még nem láttatok. A legnagyobb ugrató játékban most felmegyünk rá. Ez marha jó volt. Tudtam, hogy le lehet azt vágni valahogy. Itt voltak régen, izé, madarak, emlékszem. Mi ez? Mik ezek? Koponyák vannak a földön. Ez a növény, ez mérgező. Bűrök. Áááá! Szarházi! Ne szórakozzál már, hogy te fogsz itt izé felzabálni. Hol a barátod? Thank you, sir. I will radio in later and make sure he made it. St. John out. And here's some more. És van is még több, ja. Még több bürök kell. Tehát, hogy ezt valakinek be kell gyűjteni. Rárohantál a motoromra? Figyeld, hogy izé... Hogy gurul a földön. Még pitizni is lehet, hogy tudott volna. Bürök, vagy üröm, vagy nem tudom, mit találtam. Még mindig van? Még mindig van. Jó van, haver, jó van, jó van, jó van. Álljunk meg. Ez igen, ez igen. Lerúgjuk magunkról, és folytatjuk. Édes Istenem, hogy mit meg nem kell tenni a túlélésünk érdekében. Fel is hívjuk teljesen nyugodtan Kúrit, hogy itt minden rendben van bizony. A víz nem tesz jót a motornak. Marhára nem. Itt is van bűrök. Megijedtél? Ja, néha ijesztő. Ez a sok kutya támadás. Felvehetnéd? Azt kérlek, köszönöm. Jó, és akkor még egyet kell szerezni. De nagyon-nagyon szar helyen parkol a motor jelenleg. Úristen. Na jó, menjünk itt nagyon gyorsan át. Ez az. És itt is van egy... Captain. Yes, sir. De lehet, hogy nem itt kellett volna úgy összeszedni. Ja, hogy ez volt a küldetés, amiért ide küldtek volna. Ó, jól van. Hát akkor elmegyünk modárírtásra szerintem. Meg rendbe rakjuk egy kicsit a motort. Egy 84% mínusz egy ócskavasért. Motorjavítás művészete elnyert trófea. Nem is tudtam, hogy ilyen van. Meg lesz az a platina. Haladunk, haladunk. Na jó, 174 méterre vannak a madarak. Bassza meg! Milyen állat volt ez? Csak megnézem! Mi ez te? Cica! Cica! Elnézést! Hát nekem akart rohanni, hát... Na jó. Puma hús! Egy kis puma hús mindig jó. Reggelire, vacsorára. Na gyerünk, 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 itt rengeteg bürök van még. Vagy burok, vagy mit tudom, hogy milyenek a szarnak a neve. Na! Lehet keménybe dobálni a molotovokat. Annyi van nálam, amennyit nem szégyellek. Az utolsó fészkek a környéken. Hoppá, ketten is betámadnak. A brutális madarak. Aha, itt nem lehet dodge-olni, csak mondom. Jó, ez a fészek itt megvan. Hol a következő? Előttünk van. Jó, majd persze, majd meggyulladok a vízben állva, nem? Ott kettő is lesz szerintem. Aha. Az úgy nem lesz jó. Gotta be close to a nest. I can smell it. Another one. Yeah, time to light it up. Ha oda dobom, mind a kettőbe gullad? Ledobtam a madarat! Igen, ez mind a kettőbe gyullad. Jó, hála a jó Istennek. Hol a harmadik? Kicsit messzebb. Ott. Már látom is, 70 méter. Jó van, hajrá, Noki. Jó éjszakát kívánok. Szia, szia, kösz, hogy itt voltál. A Faron Greatsword az marha jó volt az elején. És a Fridekaszák tényleg menők voltak, de én valahogy nem.
Úgy döntöttem, hogy mégse. És begyullad mind a kettő, hál' Istennek, nagyon jó. Molotov koktélból most készítünk még 3 darabot, és megindulunk tovább a következő fészkekre. Hát ez nem annyira para, legalább egy kicsit nyugtunk lesz, nem ezektől? Tehát, hogy ha erre mászkálnak emberek, legalább már a madarak nem fogják kiválni a szemüket. Még jó, hogy nem ezt dobom el, ezt a nagy molotovot, hanem inkább a kisebbet. Meg amúgy szeretnék ilyen kötszer használatot is aktivizálni. Úgy-úgy, na jó, gyerünk, let's go. ...270 méter, a motorunk pedig itt van, úgyhogy ki kellene húznunk ezt a mocsárból. Én nem is hiszem, hogy van itt egyébként más, amit érdemes lenne összeszedni ebben a mocsárban. Ezt kezelésbe veszem? Mit? Majd a fészkeket, Dík, a fészkeket vett kezelésbe. Van is előttünk egyébként valami, és csak. Hey, hát megjöttek Andrásék, 22 nézővel. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet. Mi a fene? Hogy ugrott meg ennyire a szám? Nem lovag, üdvözöllek itt a vészkorusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak érekelj hangosan. Mit játszottatok, hogy ilyen sok néző volt? Gratulálok egyébként. Remélem, hogy ez lesz az új átlag. 20 alvó néző? Hát akkor most zombisokat fognak álmodni. Gondoltam, hogy jó lesz. Amúgy igen, mert nálunk eleve szeretnek aludni az emberek. Szevas ütikék, csávó csávó. Na, akkor dobjuk is a Molotov koktéllel a következő fészkeket. Képzeljétek el, hogy hatalmas fészekírtásokban vagyunk, az utolsó fészkek a játékban szerintem. Mármint, hogy legalábbis itt, ezen a déli területen. Ha ezt megcsináljuk utána, jobb lesz az élet a környéke. Nem tudok dodge-olni, én azt szeretem, amikor állok, mire odaér hozzám, hogy megdög... Hát az a DS-ben nem lesz szerintem egy működő dolog számodra. Talán itt van az alkalom, az idő arra, hogy megtanulj dodge-olni. Én inkább így nézném, és nem tudom, inkább mint egy lehetőség, mint sem egy akadály. Na, nézd, még ott is van fent. Ilyen büdös lehet az a fészek. Mit tartanak benne? Na, meg is van ez a fészek is. És akkor most ezzel kaptunk valamit? Vidd el a bürköt szarának, jó. Érdekes módon egyébként én azt hittem, hogy ezáltal most valami történni fog a játékban, hogy majd azt mondják, hogy jó, akkor a 100%-át kiírtottad itt mindennek is. Nem, nem történt semmi. Itt viszont lent van valami, hogyha jól láttam. Itt legalábbis nyomok vezetnek minket lefelé. De hová? Mátyás királyos varjak? Lehetséges. Teljesen lehetséges. Figyelj, hogyha én de bemegyek a vízbe. Hát nem tudom. Jó, itt még át tudunk kelni, de Dík nem tud úszni, úgyhogy sok jóra nem számítok. Hamarosan tartunk majd egy kisebb szünetet, pipát tömni, és folytatjuk a játékot még egy jó másfél órán keresztül. Nézzük meg közelebbről, mit? Jaj, várjál már, itt pecabot van. Hát itt meg mi van? Megvagy, azt mondtam, hogy megvan, de mi van meg? Itt mentek emberek, és... Aha, majd persze a vízben látom a nyomukat. Jól van, Witcher Senses. Jól van, nem lovag, jó éjszakát. Köszönöm szépen a követést még egyszer. Szia-szia. Ott elvesztettem egy kicsit a nyomokat, nem? Ja, mert erre mennek, aha. Igen, igen, igen. Ott nem is tudom, hogy ez miért van itt ez a kocsi, de jó, hogy itt van. És ott átérünk a következő helyre, ha jól látom. Aha. Mi az Istent keresek? Nem tudom, hogy miért hozott minket ide a játék. Ez lenne az. Hát de mi? Hopp. Itt volt valami. Az. Mi egy gyökeret találtam? Nem, azok nyomok a földön. Még mindig megvan. Szerintem itt valaki van. Szerintem itt valakit üldözni fogunk. Aha, ott van egy kőrakás. Ezek anarchisták.
Arra megy, még a cédrus is itt van, ez igen. Biztos azt is ők rakták ide, hogy tudják, hogy mi... És a sniper. A sniper ott figyel. Ezeket jöttem ide keresni. Szevasz Zoli, üdvözöllek, mi a helyzet? Chaos buildet, attól függetlenül szeretem, ez csak az elején gonosz, utána amúgy is pakol a sniper, akkor nem lesz akkor a gond. Hát, Chaos buildet én még nem használtam. De egyszer kipróbálnám azt is. Figyeld ezt a faszit itt szemben. Szerencsétlen ide állították, hogy őrizze a bejáratot. Hát öcsém, neked ma jó szarnapod lesz. De miért táncikál? Hát ezt te, úristen. Úristen, hogy elvágódott. Hát széthasott a feje. Egy túsz is van bent. Fagyia is van. Hát de pörög a kaja Angilla lába. És laknak még itt mások is amúgy. A bejáratokat táncolva őrzik itt az emberek. Egy van még valahol szemben. Én nem látok amúgy senkit. Ja, várjál már, itt ül a tűznél. Ne kiabálj, mert te szerencsétlen, nem látod, hogy most fogom megölni ezt? Amúgy ez mennyire durva, hogy ez itt ordibál nekem, miközben ez itt ül a tűznél, nem? Tehát... Na mindegy. Jó, Jézusom, nem lehetett volna szépen elmetszeni a torkát. Na, hülye ez a csáva, nem normális. Na jó, szikregyújtó is van, meg rongy, meg minden. Szedjük ki ezt a csávot a samasztikából? Küldjük el egy gyémánt, ami nem tudom mihez. Igyekezzek a húzattal hűteni? Lehet. Lehet, lehet. Mutasd meg, hogy merre van a bázis, és megyek. Szerintem menjél csak szépen a gyémántóhoz, az lesz neked a jó. Amúgy is egy gyémántónál tudom a motoromat fejleszteni, úgyhogy... Hát most vagy, nem tudom, 8000 bizalompontot szereztem ahhoz a helyhez, úgyhogy ez szerintem ez meg lesz az a harmadik szintű bizalombigyó. Ó, annyira köszönöm, haver. Ó, végig, sörös üveg. Petrólamot nem tartottak itt maguknál, mert a molotovokból most eldobáltam 6-ot. Orvosi eszközkészlet, nagyon jól jött. Olyan csöndbe jöttem be, és ott van a petrólam, 2 is. Olyan csöndbe jöttem be, hogy esélytelenek voltak teljesen, hogy bármit is. 3 darab petrólam felfedezzenek. Ó, de jó, lesz annyi molotov, hallod. Itt van, és itt is van. És még fegyverünk is lehetne, egy baseball. Na, azt instant összepakoljuk valami jóféle fegyverré. A szektás bunkó egy kalap szar volt. A minőségi baseball ütő már nem volt olyan rossz. Ez a baseball ütő fejsze, ez már egy kicsit szerintem jobb volt azért. Tényleg a szektás bunkó lenne a legnehezebb, legjobb fegyver ezek közül. Nem tudom, közelharci fegyver, kiskés, béboz, tüskés. Fejszer, minő... Aj, na jó, csináljunk egy fűrészlapososat. Szevasz Zoli, jó éjszakát. Na, nézd meg, hát azért ezzel már azért lehet írtani. Akárki, akármit mond. Ez egyszer beléd áll, akkor ott bajok lesznek. Let's go tovább. A túszt meg kimentettük, úgyhogy most már mindenki boldog lehet. Miettem volna üzen... Az mi? Semmi, azt hittem, hogy itt van valami jóféle növény. Vihettem volna üzemanyagot a motoromba, ugye? Miért nem tettem meg? Hol a motorom egyáltalán? Ja, hogy a túlparton? Ja, hogy ennyire messzire jöttünk el otthonról. Álljunk meg, nem azon a parton vagyok, ahol... Ja nem, azt hittem már itt vagyok szemben. Marha sokáig mentünk el a motorunktól, úgyhogy most aztán lesz mit. Lesz mit visszagyalogolnunk. Haladjunk az északi területek felé. Imádom a állatok. Jó. És... csináljuk meg a maradék 2 küldetés, ami ott északon van. Az egyik sárához szól, a másik pedig egy fejvadász küldetés. Szerintem akkor azzal már meg is leszünk itt minden téren. A cédrusokat már nem veszünk fel többet.
Haladunk a motorunkhoz. Jó messzire, tényleg jól itt hagytuk. Nézd meg. Előbb-utóbb odaérünk. De azt a lassú stamina regenerációt figyeld. Bal oldalt lent a kék csík. Hát holnapra talán ki lehet maxolni, hogyha megállok, meg legugolok, akkor gyorsabb. Nem. Tehát konkrétan még sprinterés közben is töltődhetne ennyire lassan, nem? Milyen kár, hogy akkor ugye lefelé megy. Amúgy lehet, hogy ammót kellene felvennünk a nyerek táskából. Így is van. 287 géppisztoly lőszer azért nem szar, hogyha van az embernél. Szevasz András, és kösz még egyszer, hogy jöttetek. Sziasztok, csáó. Rengeteg küldetést tudok itt leadni. Pont nem érdekel, hogyha itt nézd meg. Nézd meg, még madarak is vannak. Akkor azért nem kaptam semmit, mert még a madarakat itt nem fejeztük be. Valamint az is lehet, hogy itt még erre felé vannak a mapnak olyan részei, amit sosem fedeztünk fel. Na jó, először is keresd meg az anarchistát. Ez lesz a küldetésünk. Na lehet, hogy lesz elég benzin is ahhoz, hogy odaérünk. Még nem 100, de megpróbálkozunk vele. 2.39, amikor odaérünk, pipát fogok tömni, egy gyors kis szünetet fogok intézni itt. Amúgy is szokott lenni mindig egy rész közepén, szóval... Meg lehet szeretni ezt a játékot, de tényleg. Tehát full unalmas, nem történik benne semmi, de mégis meg lehet szeretni. Most már megtanultam becsülni azt az ürességet, ami benne van. Ezt a monotonitást, ezt a... Le ne menjél a folyóban, mert megőrülök. Ezeket az apró meglepetéseket. Milyen jó, hogy a vonatok már nem járnak, nem? De milyen király megcsinálták a keresztléceknek a hangját, tök jó. És végigmentnék a sineken. Wow. És akkor nyomhatnám, hogy csú-csú. Gyakér. Na, 1000 méteren belül vagyunk most már. Kisebb nagyobb ugratásokban olyan ez, mint hogyha egy motoros játékkal játszanék, tulajdonképpen nem is egy zombie survival game lenne ez. Ilyen sokat vezetni, ha félig van a tankom. Akkor mindenképpen fel kell valahol fedeznem majd egy olyan kocsit, amit itt hagytak, és olyan, mint ez, de mégse olyan. Abban nincsen benzin. Egy ilyen autómentő autót keresek, vagy mentő autómentőt, vagy nem tudom. Nézd, van balra valami kép. Jaj, ne már megint kutatni fogok, és megint találok valami túsztot, vagy ilyesmi. Ez mi ez a hely? Hát pedig erre kell menni. Úgy rámartam az oldalára. Nézd, van! Petróleum meg minden, ahol vérfoltot találtunk a földön, úgyhogy itt aztán biztosan lesznek valakik, akik rosszban sántikálnak. Még egy kis WC papír is van. Milyen rendesek, hogy gondoltak arra, akik erre felé érkeznek, hogy ha esetleg gyorsan kitörölném, akkor legyen mivel. Rendes emberek laknak erre. Na, az ammót azt most töltöttem maxra. Most azért jöttem ide, mert itt zombik vannak. Hagyjad már! Ketten el is dőltek. Hát innentől hangos lesz. Na. És amikor ide lejössz, akkor itt mindenféle lootot lehet találni, de azt hittem, hogy ennek valami értelme is van, hogy én ezt most itt izé mindent is felfedezek, nem? Tehát... Kettő feltámadás növény, ettől fogok feltámadni, nagyon jó. Mi a kokol történt? Remélem, nem... Mi? Hagytak itt valamit, hogy megéri az erőfeszítést, tehát azt én is nagyon remélem. Molotovat tudok gyártani? Aha. Mert hogy itt van rengeteg petróleum. Nagyszerű. Még 7 darab van nálam. Meg 7 sörös üveg, úristen. Ennyi molotov életünkben nem volt nálunk. Totál megérte ez a fejlesztés, hogy kétszer annyi anyag is férjen el hozzánk, nem? És akkor most itt kellene kutakodnom, vagy inkább ott? Vagy most miért jöttem ide?
Mászunk lejjebb egy szinttel. Ez fájni fog. Az az ócska vas. Ne csináld. Biztos, hogy van itt még más. Például ott fent. Nézd meg, ott ahol véres a szikla, oda még egyszer felmászunk. Mert hogy én azt nem is láttam, amikor fentről körül néztem. Lehet, hogy ott volt valami értékesebb darab. Nézd csak. Ott van ám. Oké, ez mi? Egy ócska vas. Szarházi. Na jó. Hát akkor menjünk haza szerintem. Nem, menjünk éjszaknak. Én teljesen elhittem, hogy itt lesz valami. Oké, találtunk lootot, meg három zombit kellett levágni, de azért tényleg valami izgalmasabbra számítottam. Akár egy túszra, akár valami másra. Közel vagyunk már oda, mind a kettő célhoz, ahol mennünk kell. Ez az indulás, ez mindig annyira menő. Ez a driftelési, amit itt be tudunk mutatni ebben a gameben. Hát ezzel a motorral már azért meg lehet csinálni, az eddigiekkel nem annyira lehetett. Nézd, mennyi szarvas! Ott mennek keresztül. Oda nézd, milyen sok szarvas. Ja Istenem, ne gyere már keresztül! Mint egy kicsit rájavítok azért. Egy csomó izét szarvas hús találtunk most. Véletlen, hát itt feküdtek az úton, nem tettek róla. Nem én csináltam. Na. Fejvadász. Anarchista kém. Keresd meg az anarchistát. Pontosan ezt fogjuk tenni. De lehet, hogy jobban tennénk, hogyha először ide mennénk el, nem? Mert hogy ez van közelebb. Utána, ráadásul még ott jobbra is van lent valami. Azt is megnézhetnénk. Nem akarod tudni. Keresd meg az illetőt, akire vérdíj van kitűzve. Mayerst. Varázsló sziget 1800, reputáció pont, kredit 3500 és 5000 XP. Jó, bocs, mindenképpen erre megyünk, aztán balra fel, és akkor utána megyünk majd csak leadni a küldetéseket. Ez a terv a szünet utánra. Ne menjetek messzire, én elmegyek pisilni, hozok inni, rakok még be zenéket nektek itt szépen halkan, hogy duruzsoljon egy picit, hát ha valaki elalszik, tudom már is, hogy mit fogok berakni 2 óra 45 perckor, és megküldjük 4-ig a streamet utána. Be right back screen. Switch to be right back screen. Tehát a tömés már megvan, már csak meg kell sülnie a szeneknek. Egy gyors mentés következik, és haladunk tovább a játékban azonnal. Mint ahogy mondtam, először Sárának, vagy nem. Na jó, csináljuk egy kicsit meg fordítva itt a dolgokat, jó? Először menjünk el a fejvadász küldetésre a 48%-os tankunkkal, és csak utána menjünk el O'Brien-nel találkozni, mert nekem a sanda gyanúm az az, hogy vele egy kicsit nehézkesebb lesz ez a küldetés, és az ott minket el fog le fog téríteni arra az útról, amerre mi menni akarunk. Ott van balra, a minimapon már látszik, tehát nem vagyunk messze O'Brien-től, ő már ott vár ránk, de mi most még először elmegyünk és levágunk egy pickót. 150 méterre vagyunk. Itt van a kempen belül, ne csináld. Aha. Mayerst közlegény. Vége a melónak, haverokkal is befejeztük az esi cségót. Ti hogy cségóztok még? Olyan ritkán hallani, hogy valaki játszik még azzal a játékkal. Ő lenne az? Nem, nem ő volt az szerintem. Szerintem az a fickó még valahol itt kell, hogy legyen, nem? Ezek azok az emberek, akikkel együtt motorosztál? Úristen. Aha, puskapor volt náluk. Itt pedig van egy oldal fegyver. Most nem tudom, hogy megöltem-e. Akit nem lett volna szabad. Ő volt a Mayerst? Nem. Szabotáljuk ezt a motort? Nem lehetne belőle olajat kinyerni valahogy? Egy kicsit odébb. Aha, látom már a megoldást. Jó, ezt a kettő motort, ezt kikapcsoljuk, ez nem kell nekik majd szerintem. Nyugodt szívvel itt hagyhatjuk magunk után.
tönkretéve őket. Kicsit odébb, aha, erre kell menni ahhoz, hogy rátaláljunk erre a fickóra. Keresd meg az anarchisták táborát, nem akarod tudni. Mit nem akarod tudni? Hol a felében vagy? Mayors. Ez az anarchista tábor. De milyen furcsa, hogy eddig még soha nem jártunk erre, nem? Hát akkor kezdjük el. Lőnek? Nincsen rajtam hangtompító. Nézd, reptében? Majdnem. Jó, megvan. Hát nagyon kint vagyok, esélyük nincsen arra szerintem, hogy itt bármit alkossanak szerencsétlenek. Hoppá! Hoppá! Lábon lövöm, de hát ez leviszi a lábát, leszakad neki tőből, hát nem normális, hogy ilyen izé kaliberrel meglőnek. Nézd valami? Hoppá! Hoppá! Motoros izé fickó! Alhasi lövés. Az igen? Sisak, hogy megvédte, mi? De hát, hogyha hasra lövök, akkor ez nem segít neked, haver. Aha, igen, az nagyon szok. Nézd, itt van egy. Mit dobtál oda? Füstgránátod? De okos vagy. Maximum nem vesznek észre, hogyha beleállok, nem? Régi, ez az egyik olyan online lövelem, ami működik Linux alatt is, kettő barátomnak is Linux... Jaj, értelek, fú, komoly. Komoly, régi motorosok vagyunk, már nem vagyunk hozzászokva a mai shooterekhez. Nehéz. Nehéz azokhoz hozzászokni, az 100%. Ezt is teljesen meg tudom érteni. Mi annak idején az 1.6-tal játszottunk írdatlan sokat. Csért 1.6 az volt nekünk az egyik kedvenc játék. De hát akkoriban nem is nagyon volt más olyan, amire azt lehet mondani, hogy érdemes játék volt. Mármint így shooter terén, motor tönkre ment. Mert csak el tudok állni a hulláról, nem? Kövess az illető nyomát, akire bérdíj van kitűzve. Hát rajta vagyok, haver. Most miért kell utasítani ennyiszer? Hát azért jöttem ide, hogy ezt csináljam. Ez olyan, mint amikor a főnököd elmondja neked ötször egymás után, hogy mit kell csinálnod, te meg nem tudod elkezdeni, mert folyamatosan mondja, nem? Na, megsültek a szeneim, már is idehozom. Elnézést. Csak hogy lehessen még egy pipázni egy órát, és akkor négyig tart a ma esti stream. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van, és még mindig nem mentetek el aludni, vagy hát elmentetek aludni, és nagyon jól tettétek, remélem, hogy jót alszatok éppen, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel is emelitek itt a néző számot, amivel közelebb lehetünk a partnerséghez, ami elhozza majd a csatorna számára a minőség beállításnak a lehetőségét, mert más miatt kb. Egyáltalán nem fontos. Night pill! Ja. Nem lehet menteni, nincs a közeledben sem motor, sem ágy. Minőségbeállítás, mert a downscale. Igen, 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 hogy mindenki, akinek esetleg nincsen olyan nete, hogy az 1080p-t, meg a 6000-es bitrétet tudja kezelni. Most kaptam, mert igen, igen, most nem streamelt ma este annyira sok partner. Felfértünk még a listára, akik válthatnak. Szóval, hogy azok is be tudják állítani majd. Hát gondolom, amúgy rohadt sokan streamelnek, tehát nem fér bele nekik ez, hogy downscalingre biztosítani erőforrásokat, tehát így is totál veszteséges a Twitch szerencsétleneknek. Hát olyan brutális videó anyag mennyiség készül, tehát elképesztő belegondolni is, hogy hány hát már nem is tudom, hogy mibe lehet lemérni, hát a Terra az már nem elég erre, tehát írdatlan mennyiség keletkezik vodokból nap mint nap. Hova ment? Hol lehet? Beledöftek a fába egy tört.
kettő rongy, egy puskapor, egy kis cső. És erre lesz a fickó, itt lesz fent, azaz. Hát azok már peták, igen, igen, igen. Brutál, brutál mennyiség. Nem éri meg neki, érted? Ő az? Vagy mi van itt? Nem, ezek csak az emlékképek. Az ezredes bibliája meg is van. Hát miért? Mit mondhatnék nyugodj békében, de... Öcsém. Nem szeretnéd tudni mit. Milyen arca van? Nem tudja, sokkal kidolgozottabb lenne az átlagnál, nem? Miért nem lehet belefókuszálni? L3 nagyítás. Aha, igen, igen, igen. Szépen ki van dolgozva azért. Lehet mondani, hogy igényes ez a játék. Na, de távolról jól nézett ki amúgy. Nem is tudtam, hogy van sniperrel nagyítás. Nézd meg. Menj már! Hát és ilyen messzire ellátni. Hát a motoromat látom minden. Srácok, ott van a strici... a pimpjárgá... Off! Ha jó van, még élek, ha nincs itt nagy baj. Ha bírja ez. Hát nem tudom, nem tudom. Meg kéne nézni, hogy mennyi a napi forgalma órákat számolva a Teach-nek. De hát valami írdatlan mennyiség, de hát naponta szerintem több évet streamelnek, nem tudom. Elképzelni sem tudom. Na, menjünk el O'Brienhez. A tankunk az még mindig nem annyira fullos, úgyhogy majd hamarosan el kell kezdenünk gurulgatni. Ahelyett, hogy húznánk a gázkart. Nem lehetne itt ebben a táborban találni egy kis benzint? Az mi az a piros? Na, állj meg, szállj le! Van ott valami piros. Van nátok hanyas? Nem, ez csak egy hálózsák, takaró, piros izék, poharak. Hát nem baj, legalább itt valamit konzervdoboz, meg rongyot még felveszünk. De azért összességében elég szar, hogy nem találni itt egy kanna benzint sem. Várjál, annak az autónak a hátulját szerintem kirútolhatom. Tévedtem. És az orrát. Akkor hagyjuk. És te is már ágyba fekszel, már nyugi van, már vége a napnak. Szerintem már mindenki más alszik egyébként rajtad kívüli túl. Nekem nem szokott zavarni. Azt hittem, hogy horda jön fel, de nem. O'Brien-nel itt találkozunk. Hát akkor mit is akarsz tőlem, O'Brien? Örülök neki, hogy életben van a feleséged. Oké, okay, mit akarsz? Mondtam neked, hogy a fertőzöttek a korcsok mutálódnak, van amelyik gyorsabban, mint a többi. Nyomkövetőt raktunk az egyikre, követni tudjuk rendszeresen, megvizsgáljuk a vírus terjedését. Hol jövök én a képbe? Dög bekószált a polgárőrség területére. Nem tudunk a közelébe jutni. Kilos a repülés arrafelé helyőrségnek vannak RPG-i. Pontosan? Ez mi? Sikerült a nyomára bukkanod, akkor szeretném, ha megtennél valamit nekem. Ebben a csomagban megvan minden, ami ahhoz kell. Szükségünk van vérre, szövet mintára. Elbírsz a feladattal? Igen, megoldom. Csini egyenruha tizedes, illik hozzád. Kap be. Jó van, ez nem tűnik annyira vészes küldetésnek szerintem. Szálljunk fel a motorra. És innen már végtelen... Na nem mondod. Jézusom, hova megyek? Ja, 500 méter, egy barlangban. Szerintünk oda tartott rendkívül fejlett anyagcserében, van még valami, amit szeretnénk, ha ellenőriznél. Beküldtünk egy csapatot gyalog. Soha nem tértek vissza. Oké, megnézzük. Értesíts, hogy megtaláld őket. A gépnél ülsz meg ilyenkor? Ha mondjuk én is, ha azt tesszük. Nem tudjuk mindenre a választ. Annyit tudunk csak, hogy a fertőzöttek mutálódnak. Arról van szó, hogy több millió évnyi fejlődést átugrottunk. Azt gondoljuk, hogy feromonokkal kommunikálnak egymással, mint a hangyák, a mélyek és más. De számomra ez egy csomó értelmetlen halandzsának hangzik.
Higgy, amit akarsz, ha meglátod a kísérleti alanyunkat, megváltozik majd a véleményed. Az igen. Ez a barlang az? Hát akkor szerintem ideje a motort visszafelé lehelyezni, hogyha esetleg rohanni kellene. Szájledik? Ó, Istenem, akkor menjél be motorral. Vágod? Hihetetlen. Jó. O'Brien, a barlangnál vagyok, és befelé tartok. Készen leszek? Igen, mi már készen vagyunk. Jézusom, mi a gond? Korcs szar, mindenfelé. Hey O'Brien, van elképzelésed arról, hogy mi végzett az ember ide? Lehet, hogy egy hordába sétálok épp bele? Gőzöm nincs. Soha nem jelentkeztek többen. Ne feledd, ha megtalálod őket, sokan hálásak lennének erre felé érte. Hálás, hálás, persze, ez mindent megváltoztat. Persze, vettem, jó. Kézben tartom a dolgot, vége. Mint egy horda lenne ideben. Hány embered van itt? Hányat vesztettél el? Négyet. Négy ember. Egy kutató és három katona. Mit csinálok én itt akkor? A kutató, Coop, személyes jó barátom. Ha megcsinálod ezt, mindent megteszek, hogy segítsek, nem tudom, miben O'Brien kiszáll. Szóval, amíg én megkeresem a korcsodat, halandítsa, kicsit még nekem beszél a vírusról, úgy értem, mondja valamiért, amit még nem tudok. Azok között, akik találkoztak vele, csak nem 100%-os a vírus fertőzöttségi ráta. Első hetekben szinte minden 12 év alatti belehalt. Ahhoz van valami köze, hogy a serdülőkor vagy annak hiánya hogyan érinti a test által adott immunválaszt. A 60 év fölöttiek közül is szinte mindenkit megölt. Az ő testük egyszerűen nem tudta kezelni a gyors sejtszintű génmutációt. Mindenki más, aki találkozott a vírussal, átalakul, ahogy a gének mutálódnak. A lényeg, hogy a vírus exponenciális sebességgel mutálódik. Tudom, mindig ezt rajtogatott, ez mit jelent? Azt, hogy a fertőzött alany, a kort, csak itt, amit keresel, nem hasonlít semmi ez, amit korábban láttál. Több mint 12 féle mutációt követünk nyomon, és azonosítottunk 12-t, igen. És ez csak a kezdet. Néhány szarságot el sem hinnél, amit láttunk. Oké, ez mi? Én ezt nem merem bekapcsolni. De muszáj megvizsgálnom. Ja, nem lesz olyan nehéz megtalálni, hogyha itt vannak. Oké, mi van itt? Itt át lehetne kúszni. Ez mi? Nérós felszerelés bizonyára erre ment. Itt nem tudunk felmászni, úgyhogy csak erre lehet. Nehogy horda legyen, talán erre. Jaja, itt vannak nyomok. Még mindig égnek a flerek? Hát mennyire hosszú ideig ég egy ilyen? Nehogy horda legyen odalent. Ha igen, akkor pisztolyjal kell... Nem. Semmihez nincsen hangtompítóm. Hát akkor a fűnyíró marad. Ez para. Én teljesen elhittem, hogy legalább egy fegyveremre van hangtompító, hogyha valamit le kell szedni. Legalább ne csapjak túl nagy zajt. Ott van egy fickó. Van mellette valami láda is. Nézzük a csávót először. Ocskoros petróleum villanógránát. Megtaláltam egy másik ember, az azonosítója szerint Patterson. Rendben. Köszönöm, hogy szóltál. Meg sem kérdezted O'Brien. Itt nem kérdeztem meg, hogy éle vagy sem. Rádiója 12 órája néma. Mindegyikük rádiója 12 órája néma. Nem kell megkérdeznem. Köszönöm, hogy megteszed ezt. O'Brien kiszáll. Még lennie kell valaminek. Aha, ott lent valószínű. Nem tudok átugrani ezen? Nem. Jó, lentről mászunk akkor át. Aha, itt leugrok. Szép volt. Na, ez mi? Talán le oda? Húha, oké, gyerünk. És itt át?
ebből baj lesz. Ja, áthatóhatatlan kötélkordon, igen, igen, igen. Ez mi? Vértócsa. Csávó itt nézegetett, miközben ráment valami, oda néz, na ilyet még nem láttunk. Ez mi? Milyen szőrös volt már. Ócskavas villanógránát rongy, találtam még egyet. ID says his name was Robinson. Valami Robinson. Pisztolylőszer, mesterlőszer, puskalőszer, géppisztolylőszer. Értesítem majd a családját. Szóval nektek van ő... családotok? Sikerült kimenteni őket, amikor a szarság bekövetkezett? Nem kérek bocsánatot, azért szerencsés vagyok, szerencsésebb, mint a többség. Igen, néhányunknak a családját sikerült kimenteni, nem sokat, de néhányat. Ez olyan remek óbrán, jó neked. Senki más sem kérte ezt, ja. Igen, ez nem néz ki jól. Hát szerintem, hogyha ez egy generátor, akkor nem kizárt, hogy be kéne töltenem, nem? A... nem, ez nem az. Itt van egy csomó minden, amit használhatnék. Nézd! Nézd, mennyi kézigránát és minden faszaság. Kis csődarabok, nagyon-nagyon menő. Milyen izé. Puskapor, kis csődarab. Eldobás. Eldobás. Na ez ki? O'Brien, megtaláltam az utolsó embered is. Cooper. Ez igazolványa szerint vettem. Ó, oh, nem. Ó, oh, Jézusom. Ó, oh, nem, nem. Várj csak, még életben van. Tarts ki. Hé, hey, Cooper, Cooper. Itt vagyok. Kijutottunk innen, rendben, Pajti? Cooper, vétel. Sajnálom, szarba tenyereltünk, csapatnak annyi. Mi folyik ott, Deacon? Mindkét lába eltört. Maradj vele, küldek egy másik csapatot. Ne, a ruhám megsérült. Nem fogom túlélni, hadd beszéljek Jennel. Hozz ide Jent most. Cooper, mi a pokol tette ezt veled? Mi történt? Iszonyat gyorsan mozgott, nem is láttam. Nem is láttam, ahogy jön. Azt akarod mondani, hogy ezt egy korcs tette veled? A rohanó. Az egy új ellenfél típus akkor. Cooper, ott vagy? Itt vagyok, Jen, hallak. El sem hiszem, azt gondoltam, soha nem hallom már a hangodat újra. Kiszabadítunk onnan, hallott Coop? Jen, annyira örülök, hallom kellett a hangod. Jaj, ne, Coop, ne, ne! Engedj el, vedd le rólam a kezed, Jen, gyere, vidd el innen, meghalt. Vettem O'Brien, kiszáll. Na jó, hát akkor szerintem itt zombie fight lesz. Rohanó. Nem hiszem, hogy nagyon nehéz lenne. Aztán lehet, hogy... ennyire gyors? Az időlasítás segít majd. Snipert nem használtok. Rohanó. Jó, nagy részét leszettem a HP-jának. Működik. Töltődik a fókusz vissza. Jó lesz, megoldom. Onnan fentről fog szerintem jönni. Jaj, ja, csak úgy szívja magába a golyókat, igen. Ez nem a te harcod. Ott van. Meg is van. Rolandnak kell, hogy legyen egy nyomkövetője, szerezd meg. Segített kivezetni téged. Hogyan, O'Brien? Van infravörös eszközünk, nyomon tudjuk vele követni a horda mozgását, szerezd meg. Jó. Mibe fáradtam el? Mondjuk lehet, hogy csak az ijegység.
Hova tették bele? O'Brien. Megvannak a mintáid. Húzzál onnan. Most jön egy horda. Na ne kúrjál. Az üzemanyagot azért elviszem magammal. Hova menjek? Hát nem tudom, hogy hova megyek, gyerekek. Állj! Csapd a közelségiaknak. Jó, néhányan megvoltak. Most tényleg egy hordát kell kiirtanom kézzel? Lehet, hogy erre kell mennem? Valami felrobban. Jó, menjünk arra, mert felfelé megyünk, jó? Elhagyod a küldetési zónát? Hagyjál már! Próbálom menteni az életem. De egységek ezek. Nem hagyom el, megyek vissza, csak jobb utat találtam, elnézést. Eleve mekkora horda ez? Ó, már látom, már látom, már ott van a baj, oké. Semmit nem láttam ott hirtelen, pitch black volt. Ez nem jó. Mert egy kézigránát. Miért nem mászhatok itt fel? Na azért. De hagyjál már a küldetési zónáddal, hogy a fene vinne el. Hova esett be? Láttatok, hogy beesett valahova? Úgy nyitani kell. Most. Nagyon jó. Azt a rohadt mindenit, ez nagyon kemény. Ez de kemény volt, hogy csak a torkolat tűz világította meg a barlangot. Áú! Ez a szarházi. De hogy hagyom el a küldetési zónát, hagyjál már. Ez nagyon kemény volt. Ott a végén az időlassítással, az zseniálisan nézett ki. Nagyon tetszett. Jó, hál' Istennek ez is megvan. Kisebb horda volt. Azt hittem, hogy valami sokkal durvább vagy nagyobb fog bejönni. Ezért kaptam a kettő kézigránátot szerintem. Igen, igen, máz volt. Kijutottam, de nem neked köszönhetően. Küldöm a koordinátákat, O'Brien kiszáll. Fassa. Hát ezt nem is tudom, hogy hogyan tudnám meghálálni. Tehát ez azért nagyon hardcore volt itt. Eleve az a boss is, hogyha nem ezt a fegyvert hoztam volna, vagy nincs nálam ammo esetleg. Hát az nem tudom, hogy történt volna meg. 3 óra 19 perc van, még egy bő fél óra a mai stream. Brian. Ó, Brian, 4 ember halt meg ezért a szarért, remélem megérte. Mit beszélsz? Ezek az én embereim voltak. Nem kell, hogy bárki is itt okoskodja nekem. Tudod, csak repkedsz össze-vissza a kopteredben, magasan a fosfelt fel, kényelmes kis föld alatti bunkeredbe, visszamész, hogy mi a szarba. Elképzelés se sincs arról, hogy milyen itt kint. Nem kell hallgatnom ezt a szarságot. És a többiek, sejtelmük sem volt arról, hogy mibe sétálnak be, de neked igen. Nincs igazam? Nincs igazam? Szólj rádiónak, készen álltok az asszonya, hogy felvegyelek titeket. Ez alkalommal talán te is felszállsz a helikopterre vele. Miért? Miért? Ő mikor ajánlotta fel, hogy elvinne minket innen? Mi kell a túlélés, az 100%. Sosem adom fel, 74%. 92% a Nero nyomában. Mérgezett nyilvessző. Most már ilyet is tudok készíteni. Jó, menők vagyunk, mint nem mondja. Menteni lehet? Új képességpont, és a gyorsmentés is elérhető már.
Távolsági harcra lehet-e tolni még valamit esetleg, ami érdekes lehet nekünk? Koncentráló koktél kezdeti összmontosítás visszaállító hatását növeli. Jelentősen növeli nyílpuska ereje oszta, okozta sebződést. Na ez, lőfegyverek töltése, ezt követően nem fogyasztja az összpontosítást. Ez kell, ez, én azt hittem, hogy ezt már felvettem. De nem. Úgyhogy most már ez is megvan. Nicely done. Gyors mentés. Az mi volt ott len? Nézzük csak. 31%? Mi az a 31% ott fent? Ja, hogy annyi a következő szintlépésig, értem. Már megijedtem, hogy valamire azt mondja a game, hogy 31%-nál járok még csak. Ott vannak a táborok egyébként a bal alsó sorokban, ezt még soha nem néztük át, milyen érdekes. Trófából van nálunk 253 darab, kajából 6, növényből 6. Milyen fura tényleg, hogy nem írja sehol, hogy hányadán nálunk a küldetéseknek. Ez a következő küldetésünk, ami szerintem sáráé lesz. Nem, ez az anarchista kém fejvadász küldetés. És nem is jelentek meg új küldetések a mapon nekünk, úgyhogy induljunk meg. Ez már szerintem ennek a helynek a vége lesz. Nagyon brutális, hogy hány darab küldetést tudunk itt leadni. Most mindent is megcsináltunk ez alatt a mai stream alatt, amit csak elénk dobott a játék, vagy 7 küldetés. Úgyhogy zseniális, nagyon jól haladunk. Nézd, még mackó is van. A hóban lassabban haladunk. Érezhetően lassabban. 200 méterre van a küldetésünk. Guruljunk itt lefele, ne húzzuk annyira a gázkart. Ez volt az egyik legjobb motorosunk, ha egyszer futni hagyja, többé nem éri utol. Hát az a motortól is függ talán. Majd meglátjuk. Ezt itt megvizsgálhatnánk. Meg kell néznem közelebbről. Benzin kell a motorba? Hát... Jó, és honnan szerezzek most így hirtelen? Kell egy működőképes motor a közelben. Hát ide nem tudom felhozni, hát felugrottam ide konkrétan. Nézd, milyen sokan vannak már itt mögöttünk közben. Hogyha leesek, elkaphatom azt ott hátulról? Elhát. Működőképes motor a közelben, ez igen. Jó, balról kanyarodunk. Ez szerintem akkor üldözés lesz. Jó. Meg is állhatunk. Itt fognak elhajtani mellettünk. Benzin kell a motorba. Hát ez nem lehet semmi, ez csak egy civatás lehet. Honnan szűjjek? Hát belepisálok a tankba, tényleg. Tehát nem hagytak itt nekünk? Vagy valami? Hát... Hogyan tudsz megcsinálni egy küldetést, hogyha egyszerűen hirtelen nincs nálad elég benzin? Én jól tudom, hogy a csávot azonnal leszedném, ahogy megjelenne, sniperrel, meg időlassítással, ezt már többször eljátszottam. De amíg a... Tehát nem engedélyezett a küldetés, hogy elinduljak rajta, addig cseszhetem. És itt meg már az északi területek vannak. Jó, talán ez a Nero ellenőrző pont, ez talán működhet, úgyhogy gyors utazással oda megyünk. Figyelj oda a hátizsákos apróságokra, ezek a tolvajok lopnak tőled, aztán elszalálnak. Hát túl sok mindent talán nem tudnak tőlünk ellopni azért. De úgy van, hogy a pénztárcámat magamnál vornom. Na. Ennél a campnél az első dolgom az lesz, hogy találjak benzint. Mondjuk itt van egy kis növény, ezt... Ja jó, ez nem olyan növény. Azt hittem, hogy hordát hallok, de nem. Hál' Istennek itt csak a növények mozognak, illetve a növényeket, itt a víz csodrását lehet csak hallani. Na hol van, amit én keresek? Ezt már kinyitottam egyszer, ugye? Így is van. Akkor ide mentenünk is kell egyet szerintem, ha már itt járunk.
Aha. Hát itt az ágyak egy kicsit össze vannak pakolva. Úgyhogy a másik. És ott a benzin, hál' Isten. Akkor a motorunknál mentünk inkább mégiscsak. Na és akkor így már elmehetünk vissza. Ott az egy sörös üveg, ami kellhet. Nem, oda néz. Az mi az Isten? Sörös kanna. Abba lehet napalmot pakolni. Az tuti, a 100% a kannában. És megtámadsz haver, miközben újra töltöm a motoromat? Eldobás. Most meglátott. Jó, mehet. Hát szórakoztam volna egy kicsit azzal, hogy megdobom, de nem fogom most. Normális vagy? Hát még nekem esik, hallod? Sápatag volt, igen, ez nem a normális zombi. Vannak egy kicsit erősebb verziója, így is van. Lehet eldobni, lehet menteni, lehet felszállni, és lehet indulni. Balra megyünk. Hát most mire elhasználok, vagy nem, bocs, mire odaérek, remélem, hogy nem fogok elhasználni annyit ebből, amennyi miatt nem tud elindulni majd a küldetés. Viszont én ezt egy tök nagy problémának érzem ebben a gameben. Amit szerintem tök jó lett volna, hogyha orvosolnak, hogy amikor... Anyád, itt hogy menjek el? Oké, az rámlik volt ott elég durván. Mik vannak itt a földön? Rengeteg kerozin, benzin, minden is. Na jó, elintézem ezeket, bocs. Tehát, hogy az lett volna a jó, hogyha a motorra lehetne felszerelni benzint, nem? Most egy ilyen kannát meddig tartod a hátra oda erősíteni? Hoppá, mellé ment, elnézést, karlövések. A rikoltó az meg elszaladt. De nézd, mennyi benzin van itt. Miért van itt ennyi benzin? Itt meg ammó. Na ez azért jó olyan. Főleg a izé, mesterlövész, puskalőszer, ez mi? Nézd, nézd, szét van szóródva itt. Orvosi eszközkészlet, minden is van. Jó, én nem szórakozom azokkal, teljesen felesleges. Töltsük újra a motorunkat, aztán let's go, menjünk tovább, hát ez... értelmetlen, de egy helyen van 4 kanna. Érthetetlen, és érted, a benzinkút meg üres volt. Jó, persze előfordulhatnak ezek a... varianciák, úgy mondom, hogy az életben is esetleg, hogy kirútolnak egy benzin kutat, és akkor az meg a sörös kanna, hülye vagy? És akkor esetleg nem sikerül onnan benzint szerezned, de a földön, nézd, itt is! Puskapor! Hát megállok! Hát nem lehet itt hagyni! Vedd már fel! Na végre! Az igen. Mehetünk. Puskapor mindig jól jön. 144 méterre megyünk balra. Azt hittem, hogy hallottam valamit jobbra. Guruljunk csak le szépen. Ez körülbelül egy full tankot jelent most nekünk. Itt volt valami növény mögöttünk, amit elhagytunk. Ezzel a gurulással azért nagy mértékben csökkentjük az üzemanyag használatot. Most egy kicsit rátekerünk. Na és itt is van a küldetés, gyerünk. Álljunk be így. És mehetünk is. Mentés. Let's go. What do we got? Gotcha. Colonel has spotted. És nem lehet lelőni? Nem. Menjünk utána. Oh, come on! You're not gonna make this easy on me, are you? Son of a bitch! Ha egyszer meglóg, nem éred utol soha, mondták nekünk az ezredesék. Én ebben nem nagyon hiszek. Nézd!
Még tüzet is hagy maga után. Milyen menő ez a csávó. Kis nitró azért el kell. Egyenesen megyünk a nyomán. Elgázollak, azt mondod? Na ne bassza már. Mintha leestem volna. Na ilyen még nem fordult elő, hogy ilyen... Javíts meg a motorod? Aha, kicsit rakjunk rá. És mehetünk. Szállj már fel! Ilyen még nem volt, hogyha neki ütközünk, akkor ő nem borul el, én viszont igen. Elmenekül a cél? Dehogy? Csak meg kell találni, hogy merre ment. Ja, balra ment. Jó, nem láttam, hogy korlátlan előttem, bocsánat. semmi baj, újra. Furcsa volt, hogy nem kezdtem el már korábban lőni. Miért kellett annyira közel mennem? Vigyázz, korlát. semmi baj. Sikertelen üldözés, motorod motorjának tovább fejlesz, és a lét... Jó, de és? Fickó volt az egyik legjobb motorosunk. Hát aztán nagy ügy. Na majd várj egy kicsit akkor. Ott megy. Á, de nagy lett volna egy HS innen. Gyerünk, nitrózunk. Kicsiket, kicsi adagokban, ez az. Az emelkedőn behozhatom azért. Ott lesz az, lesz az. És ott a célzás. Most! Áááááá, de nem volt jó. Nem baj, gyerünk. Baszki autó van előtted, Dick, mit csinálsz? Hát akkor jobbra kerül inkább. Elmenekül a cél, de hogy is? Hey, Letiék, sziasztok, jó estét kívánok. Mi a helyzet, hogy bassza meg? Jó, ez nem úgy jött össze, ahogy én gondoltam, hát elmenekül a célpont, persze. Szia mindenkinek! Ambassador, köszönöm szépen a követést, üdv nektek. Jó, de meneküljön már el, most már kezdjük újra akkor a mission-t inkább, nem? Szóval köszönöm szépen a Moose 95-nek is a követést. Sziasztok, köszönöm a raidet. Nagyon kedves tőletek. Hát azért korán van már, nem srácok? Megértem, hogy abba hagytátok mára. Kezdjük újra ezt a küldetést szerintem. Ghoul King, vagy Ghoul King 97, MR Tibó, ciao, szevasztok. Üdv nálunk a vészkorusban, ne felejtsétek el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnétek, csak énekeljetek hangosan, ciao. Én meg nyomom azért egy jó fél órát ezt a játékot, úgyhogy lesz még nálunk akció bőséggel. Hogyha nem ismernétek a csatornánkat, hadd mondjam el, hogy nálunk általában horror játékok vannak, meg zombiírtás, meg Souls-like gémek, meg sötét sztoriú platformerek, mint például a Hollow Knight ment is nálunk például. Hogyha valakit érdekelne esetleg, hogy milyen játékok voltak még így ezeken belül, akkor van lent egy tök jó panelünk, ahol vezetem, hogy milyen végigjátszásaik voltak, és ezek a játékok vissza is nézhetők a YouTube archívumból. A linketek aktívva. Kösz még egyszer, hogy jöttetek. Sziasztok! Jó ez a játék? Hát én az tehát hogy mondjam? Azért nagyon sok idő kellett nekem, amíg megszerettem. Az anyád, Isten, most... Mi? Nehogy már éressek le már meg! Jézusom! Szállj már fel, Dick! Gyerünk, tudom, hogy szar a motor. Javíts meg a motort! Jó, most nekiállunk szerelni. Jó, nem annyira egyszerű ez a küldetés, mint amennyire én gondolom. Elkezdett szerelni ma még? Jó, 60%-on már mehetünk.
Csak szállj fel, haver, csak szállj fel rá! Na jó, szóval az első 30-40 órája ennek a játék nekem abszolút nem tetszett. Én szenvedtem alatta. Ezért is raktam át ilyen éjfél utáni sávba, hogy merre lehet vajon? Szóval, hogy itt úgyis kevesebben nézik, viszont mindenféleképpen végig akartam játszani, úgyhogy így oldottam meg, hogy éjfél után játszunk vele. Ott megy a fickó, nézd! Hát valahol. Hoppá, kicsit eldobtuk a motort magunk alól, majdhogy nem. Látom a nyomaidat, csekkfej. Én levágom itt a kanyart. Hát, nem tudom mit. Jeges karácsony felkálják utunkat. Hoppá! Szarugrás volt! A VR-nál láttad először, utána meg is vetted? Én amikor kijött, tehát én már annyira vártam ezt a játékot, amikor beharangozták az E3-on 2016-ba, hogy én mindenféleképpen meg akartam venni, és amikor kijött, akkor én akkorát csalódtam benne, hogy azt mondtam, hogy jó, ez hülyeség volt, 20.000 forintot belepocsékoltam, és körülbelül egy év kellett, mire rászántam magam. Ja, hát egy év, pont egy év, hogy na jó, akkor játsszuk végig, de most már igazán. És akkor rakjunk bele mindent, és utána felejtsük el. Sokkal-sokkal jobb játékra számítottam az E3-as bemutatója alapján a játéknak, és az a legdurvább, hogy még mindig a mai napig egy akkora bug halmaz az egész, hogy irdatlan, irdatlan. De a vége jó, tehát hogy hogy mondjam, az első 40 órája egy kalapszar, viszont utána, hogyha túlszenvedett magad 40 órányi szíváson, akkor utána egész jó élmény a játék, de komolyan mondom. Gyerünk, mehet a célzás. Újra töltés. Hoppá! Mi volt ez? Merre megyünk? Erre. Gyerünk, a nitrót bedobjuk. Jézusom, milyen éles kanyarokat vesz a csávó. Tényleg jól vezet. Csak hát milyen kár, hogy... Én azért ennél jobb vagyok. Ötötszöri próbálkozásra. Na jó, nice. Ez is megvan, még sincs este. Megyünk és leadjuk mind a 6-7 küldetést, amit megcsináltunk ma. Azért bold dolog. Elég zavaros napod van ma, nem? De pont így szereted? Engem nem kapsz el élve. És most mi lesz? Elráksz egy... cián hó tablettel? Rohadt anarchisták, én is azt mondom. Anarchista kém, 52%, varázsló sziget, 1800 bizalom pont, fejvadász, 93%, haladunk a sztorival, haladunk a játékkal. Na, szép munka tizedes, mondják nekünk közben. Szerintem elsőnek menjünk el ide a gyémántóhoz leadni a dolgainkat, és utána a többi küldetést, úgy látom, hogy itt még van 4 darab, azt intézzük el majd azután, hogy ezt leadtuk, gyerünk. Bocsánat, közben vízipipázom itt. Most a csókát csak úgy otthagyod meg? Igen. Pontosan ezt teszem. Kiküldenek értem majd motorosokat, és ha sikerül összeszedniük, akkor jól járt. Amúgy meg, hát elég szarú valószínűleg. Hát azért itt mászkálnak medvék, madarak, zombik, farkasok, és az őzek, a rettenetes őzek, igen, azok is azért veszélyt jelenthetnek. Na, menjünk be! Elég sok pénzt össze kellett, hogy itt szedjek szerintem, úgyhogy megcsináljuk a motorra az utolsó fejlesztést. Hát amit még itt meg lehet csinálni, a trófeákat ideadjuk most le, mert én a varázsló szigetre már többet nem nagyon szeretnék. 250 korcsú, de rengeteg van nálam. Rengeteg. Add el mindent. Ott is van. 864 bizalompont. És 8400 zseton sikerült. Hogy összegyűjtsem. Fegyver az nem kell. Kaját azt mindjárt intézek, és szerintem itt lesz valahol. Hol van ez a csávó? Oké, mellettem van néhány méterre. A konyhába beadunk egy pár dolgot. Adjuk el mindet. Oda néz, 121 bizalom van kajából. Az is elég menci.
Jobban megéri kaját adományozni ezek szerint, mint zombikat írtani. Van valamilyen munka. Szent John tizedes, lenne egy fontos feladatom az ön számára. Azt hiszem, hogy leadni jövök. Igen, uram, minden történetet megteszek. Kiküldtünk egy őrjáratot éjszakra, 97-es út mentén, hogy ellenőrizzenek egy csapat anarchistát. Ilyenekkel volt már dolga korábban? Anarchisták, ezek a seregfejek, azokat a kurva kis kőhalmakat hagyják mindenfel? Igen. Egyszer vagy kétszer összefutottam már velük, még annak idején. Azt hittem, hogy kiírtották már az összeset. Meniterből lesz esély streamre? Te figyelj, én néztem. Néztem ma Avidnál, hogy egy cápát irányítasz, úszol a vízben, eszel. 10 percig néztem, és nem tudtam rájönni, hogy mi az Isten értelme van annak a játéknak, srácok. Ti, hogyha meg tudtok győzni, akkor lehet, hogy egyszer lesz, egyébként meg nem hiszem. Tehát én nem értettem, hogy miért olyan jó az, hogyha egy cápával zabálunk ott mindenfélét össze-vissza. Úgyhogy egyőre engem nem vett meg a játék, és nem is igazán értettem, hogy mások miért játszanak vele. Vajon ezeket a Nero kutatási helyszíneket megnéztem már? Figyelj, csak az egyikhez menjünk el gyorsan. Vagy mint a Hungry Shark? Nem ismerem a Hungry Sharkot. De lehet, hogy egy jó játék, nem azért mondom. Azt már észrevettem, hogy a Teach-nek a népe különösen vonzódik a halas játékokhoz. Komolyan mondom, a Cat Goes Fishing-et annyira sokan kéritek, legyen már Cat Goes Fishing, de meg itt tökre nem értem, hogy miért. És akkor most meg bejön egy cápás játék, és mindenki megőrül. Egy régi telefonos játék nem vágom. A telefonos játékokat sosem játszottam. Valahogy kimaradt az életemből. Én már valószínűleg túl öreg vagyok. Nekem a telefon az arra van, hogy telefonálás, messengerezés, nagy ritkán fényképezés, hogyha valamire kell egy fotót csinálni. Itt biztos, hogy megtaláltam a Nero Campet, mert emlékszem, hogy itt volt. Oké, akkor itt ezzel ne szórakozzunk, mert ezt már megcsináltuk. Jó, viszont akkor elindultunk vissza a másik campbe. Gyors utazással. És leadhatjuk a következő 5 darab küldetésünket. Utána pedig, hát nem tudom, valószínűleg zárnunk kell már ma estére, a küldetések leadása után. Tudjátok, hogy mit felejtettem el? Felpimpelni a motort. A fene vigye el. De nem baj, mert úgyis vissza kell mennünk még oda a gyémántavi szarságot elintézni. Miután összeszedtük itt az anarchista kempet. Van még néhány Nero állomás, az is biztos, hogy az egyikre sosem tudtam elmenni. Talán 2 is van, ahova sosem tudtam elmenni. Azokat is majd ellenőriznünk kell később. Majd megnézem, hogy hogy lehet azokra bejutni egy videóval, mert szerintem a víz az áthatolhatatlan akadályt képez egyelőre, de nem biztos, hogy ez örökre így marad, szóval az is lehet, hogy azért elérhetetlen az a Nero Camp egyelőre, mert majd az O'Brien odavisz minket. Nem tudom, ezek csak találgatások. Na, első küldetés leadása. Az ezredesnél. Ő ott balra lakik, ugye? Jaja, 33 méterre. Munkaleadása. Colonel Garrett? Garrett ezredes. Sir? Corporal. Tizedes. St. John. St. John, ugye? Yes, sir. Igen, uram, felkutattam az engedély nélkül távozó katonát, Myers közlegényt, és itt a Bibliája. És a végső ítéletet majd a mindenható Isten mondja ki, mondja nekünk az ezredes, aki egy szektás őrült. Nem, uram, az anarchisták hamarabb kapták el, mint én, és halálra kínozták. Sajnálatos. Isten akarata az isteni igazságszolgáltatás. Igen, uram, folytassa tizedes. Na jó, 72%-a nem akarod tudni, küldi line-on. Haladunk a játék vége felé. 100% fejvadász! Egyedi külső hozzáférhető. Az olyan... Hát az úgy elég ronda, mit nem mondjak. És milyen elnagyolt az a hátsó kerék, nem? Ahhoz képest, hogy az első meg mekkora. Nincs semmilyen munka. Hála a jó Istennek, ennek a jó embernek, én egyáltalán nem akarok többet dolgozni. Törvény és rendbontás. Hallgass meg Garrett ezredes beszédét. Fene vinne el, öreg! 50 méter, menjünk el gyorsan, nem bírom ki, nem bírom, hogy ne hallgassam meg. Megint az Istenről szóló, nem tudom milyen csodálatos beszédét. Na hol vagy, gyere?
Röviddel ezelőtt itt álltam önök előtt, és gyászoltam Jimenez százados egyetlen orvosunk, drága barátom elvesztését. Milyen nagy cél miatt vesztette életét Jimenez százados? Azért, hogy egy kábítószer függő, gyatra kifogás egy emberi lényre nézve jól érezze magát. Jimenez azért halt meg, mert egy narkós és egy zacskónyi kábítószer közé állt. Mi közé? Ja, hogy a narkós és a kábítószer közé. Mi van, öreg? Miért csuktik éppen össze? Megtettem az intézkedéseket, hogy ilyen soha többé ne történhessen meg. Azt hittem, hogy nem tudom, megmérgezték. Saját biztonságunk érdekében Whittaker és Weaver hadnagyot átköltöztettem a bárkába. Ja, előadja a hattyú alát, igen. Védőőrizetet kapnak napi 24 órában. Sarah-t valahogy ki kell menteni onnan. Megteszem a felhívást mindenkit, akinek magas szintű tudása és szakértelme van. Szakértelme, amit nem lehet helyettesíteni. Gépészeti, mérnöki, tudományos vagy egészségügyi szakterületen felmentünk jelenlegi szolgálatából, és a bárkába viszünk a háború végéig. Mostantól senki nem léphet be a bárkára, csak ha ennek megfelelő beosztása van. És ha azt én magam ellenőriztem. Kivétel nincs. Kezdem úgy látni, hogy attól tartok, soha nem a korcsok voltak az igazi ellenségeink. Ők nem tudják, hogy mit cselekszenek. Az emberiség, a lealjasodás és a törvényszegés jelenlegi állapotában ők a valódi ellenségeink. Mindenki figyeljen oda gondosan a szomszédjára. A gonosz körülvesz bennünket. Hát ez a csávó, ez teljesen el van tájolod. Nem tudom, mi van vele, nézd meg. Járkál a színpadon, kicsit túljátsza magát, nem? Vagy tényleg ennyire fanatikus és szektás a faszi? Mind a kettő lehet. Századosszony. Ez igen. Na legalább ezt is letudtuk és megkaptuk a mi kis 88%, akkor még egy beszéde lesz az öregnek. Varázsló sziget, 1000 bizalom, már csak 4600, mennyi volt az? 56 pontot kell szereznünk, hogyha jól láttam. Törvény és rendbontás, meg kell tudnom, milyen ember Garrett ezredes. Közel vagyunk, úgy látom, hogy kiderüljön. 33 méterre van a következő küldetés leadása. Egész szépen haladunk. Hogyha holnap felkelnék és elkezdenék dézgonozni, és nem tudom, belenyomnék megint egy 6 órát, akkor azért már tényleg nagyon közel kerülnénk a játék végkifejletéhez. Viszont horda még annyi van szerintem, hogy azokkal bőséggel elszórakozhatnánk. Weavernek ne kell adnom az MP3 lejátszóját. Szeretnéd megkóstolni? Köszönöm, tizedes. Nem, ez nem az. Ez nem az MP3. Remélem, hogy óvatos volt. Ez nagyon mérgező. Ez a bűrök, amit hoztunk. Igen, a növény. Figyelj, van egy tervem, nincs időm elmagyarázni. Mire legközelebb erre járok, elkészülni arra, hogy elhúzunk innen a picsába, oké? Okay? Tizedes. És kapunk még egy... Ezúttal nem köszöntem meg. Jól van, Sára. Nem láttál semmit. Ja, a drámatáborból, igen, 100%. Jó, és akkor még valamit kell neki hozni. 100% ez a küldi line is. Nagyon jó, varázsló szigeten 700 bizalmat kaptam. Sosem adom fel. Nem vesztem el Sarah-t. Még egyszer maradok és segítek, ahogy csak tudok. 27 méter, akkor leadjuk Weavernek is a szarját. Nagyon-nagyon szépen haladunk ezzel. Hamarosan elhúzunk szerintem erről a szigetről. Hát csak ezt találtam. Ó, ember, hát mi ez itt? Életmentő vagy, haver. És hogy fogod feltölteni? Köszönöm. Szükséged van még valamire, Weaver? Úgy se hallja. Hey, Saint John 11, te egyike vagy a jóknak, ember. Na jó van.
Akkor ez is megvolt még sincs este. Nem valami nagy zenerajongó. Ezt a lányt még lehetne jócskán megtolni. Parázsló sziget 550 bizalompont. Hát még mindig kell. Ha jól látom, akkor 400... Hát ja, még 3406 pont. Jó katona, 94%, 71%-on van a robbancs fel jól. Megcsinálom, most már leszarom, már mindent 100%-ra fogok csinálni. Egyszer veszem elő ezt a játékot, de akkor azt nagyon komolyan kitolom. 34 új képességpont. Azt gyorsan be is toljuk valamibe. Mondjuk a túlélésre lehet, hogy nem lenne szar, nem? Gyógykoktél kezdeti életerő visszaállító hatása és hatásának időtartama. Állatokból kinyerhető húsmennyiség, platinát neki. Egyébként gondolkozom rajta, de frankón. Túlélési nézet hatóköre, ikonok láthatósági idejét túlélési nézetbe, az nem érdekel, ez itt mind szar. Közelharc. Tudnék itt valamit csinálni? Hát ez a kődobás, ez nem érdekel. Ez a rohanásból leterítés nem érdekel. Minden közelharcban megölt ellenségért állóképességet kapsz vissza. Állóképesség javító koktél kezdeti állóképesség visszaállító hatását növeli. Wow! Oké, ez kell. Hörd nincs fel a lötyöt elsajátítva. Ja, hát ez gondolom annyi, hogy az állóképesség koktélnak megtolja kicsit a hatását. 37%. Vagyis egy 37 képességpontot osztottunk szét, szerintem már csak nem tudom ilyen. Nem is tudom, hogy mennyi lehet. Hogy van? 5 szint és 3. A halál árnyéka, ahogy haladsz előre a történetben, ideiglenesen kizárod magad a déli területekről. Mégse. Elnézést, de én nem... Én inkább még ezeket szeretném megcsinálni, nehogy már kizárjam magam itt a területekről. Szeretném előzetes, vagyis egy először is a motoromat egy kicsit feltápolni. Hellisztó 22! Üdvözöllek itt nálunk a vészkórusban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak érekelj hangosan. $512 a tankolás és a javítás 194. Azonnal vennem kell ammót magamhoz, jó sokat. Viszlát ember, mondta Caleb. Milyen rendes, nem? Végre egy rendes figura. Fegyverek? Hát a hármas szinten ez a pusztaság vadásza. Ez egy nagyon komoly fegyver lenne szerintem. Ezen még gondolkodom. Mondjuk a tára az elég gyenge. A snipert valahogy jobban élvezem, mint ezt a rohadt nagy RPD-t. Lenne itt egy önvédelmi fegyver, ez is mocskos erős. Az áthatolása az írdatlan kemény, átvisz mindent, a tára pedig 20-as. Mondjuk a sérülése nem olyan nagy, de legalább átvisz mindent. És ez sok csövű puska, hát ez kizárt dolog. Egy tára van, érted? Tehát mocskos nagy sebzést okoz, de egy tár biztosan nem veszem meg. Cowboy katonai szabvány. Megvehetném, hogyha akarnám éppenséggel. De most ez is határ, érted? Á, esélytelen. Na jó, vegyünk ammót, amennyit csak tudunk magunkhoz, 3 óra 54 perc van. Így szerintem itt kell, hogy már abba hagyjuk a mókát meg a kacagást. De nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy ilyen sokan voltatok itt, ilyen későn este is, és remélem, hogy aki már alszik, az jót alszik éppen. Minden vásárlásomat kommentálja a csávó. Vegyünk kézigránátot, annyit, amennyit nem szégyellünk. Fullon vagyunk, nagyon jó. És itt vannak ilyen hármas szintű fejlesztések, oda néz. Tárfejlesztés a chicagói fűnyíróban, több lőszer fér bele, BFG-be. Kiiktatóban, mi ez a kiiktató? Melyik fegyver a kiiktató? Ja, ez. Amit használok éppen. Zseniális, nagyon jó. Ez meg a BFG. Hogyha átváltanak az RPD-re, akkor olyan fejlesztés lehetnék? Minden bizonnyal. Jó. Ez be van tépve fullba ez a csávó. Ez teljesen hülye. Na, ide fogunk menni. Először is éjszaknak az úton álló tábor vadász küldetés line-nak a folytatásához. Beállunk a kapuba, hogy ne kelljen azért annyira... Ez mi ez a 10 méter? Ja, semmi. Ne kelljen azért annyira sokat mennünk majd legközelebb. Azért ez a moci, ez nagyon kemény, csak mondom. Láttatok már BB-t, ahogy ott van elől? Csak mutatom, srácok. Ez. Ez azért elég menci, nem? Mit szóltok? Legkirályabb dolog ebből. Na, menjünk.
Ide megállunk szépen. Gyors mentés. Sima mentés. Hát most azért 3 nap elment. 843. Azt hiszem 844-nél jártunk, amikor elkezdtük a mai streamet, és megcsináltunk vagy 7 nagy küldetést. Meg kiirtottunk 2 vagy 3 hordát. Szerintem 2 is megvolt. Fészkeket. Konkrétan itt a Kemulti Nép főiskolán 3-at. Itt végig, nem tudom, vagy 6 madárfészket. Itt az úton is volt egy csomó. Itt összeszedtünk táblákat, azt a táblát ott éjszakon még össze kell szedni. Jó, menjünk oda először, csak bejelöltem, jó, mert lehet, hogy többször már nem fogok arra menni majd. Úgy tűnik, hogy elhagyhatjuk ezt a helyet, ami viszont eléggé király. Úgyhogy itt be fogunk fejezni még, amit csak lehet, megcsináljuk az utolsó 2 küldetést, kiírtjuk ezeket a fészkeket, és hogyha mindennel megvagyunk, ó, hogy a fene vinne el, nézd meg, még itt is van egy emléktábla. Ha mindennel megvagyunk, akkor elhagyjuk a déli területeket, Sárát szerintem kimentjük éjszakra, és visszamegyünk az alapterületekre, hogy ott is egy kicsit okoskodjunk még. Hát ezek a nagy terveink. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a mai figyelmet. Nagyon nagy király arcok vagytok. A jó Isten tartsa meg ezt a szokásatokat, és gyertek vissza máskor is. Holnap szombat, holnap nagyon sok stream lesz, de úgy szerintem egész naposan lehet rá számítani. Vasárnap családozni fogok, úgyhogy vasárnap csak este fogjuk tolni majd. Hétfőn pedig a szokott rend szerint tartjuk ezt a 8 órai kezdést, 10 órakor váltást, éjfélkor váltást. Reménykedem benne, hogy a Deus Ex Human Revolution sikerül hamarosan befejeznünk. Nem, ma van szombat? Nem, ma még péntek van. Majd, hogyha felkelek reggel, akkor lesz szombat. És a Little Miss Fortune-t be fogjuk fejezni vasárnap este. Az biztos. Addig pedig felvetünk egy negyedik játékot a listára, ami szerintem a Code Vein lesz, hogy a Souls-like játékok listáját is be tudjuk fejezni hamarosan, de még az is lehet, hogy Search 2-zni kellene. Ez a 2 Souls-like játék van már csak az összes közül, amit még nem játszottunk végig. Úgyhogy komoly listánk van, komoly elképzeléseink vannak. Lesz stream szarásig, attól félni nem kell. Én mára megköszönöm nektek, hogy itt voltatok. Móki, itt vagy? Móki, itt vagy? Nagyon helyes. Ending screen. Switch to ending screen. Good night, Mokash. Jó éjszakát neked is, Móki volt. Nagyon-nagyon király arc vagy. Nagyon kedves tőlen. Na! Ja, nektek még be sem mutattam a robotomat, ugye? Ő volt az egyébként. Ő az, aki segít nekem. Vigyázzatok magatokra, ne felejtsetek el fogat mosni. És holnap folytatjuk. Sziasztok!